Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után vagyunk. 15 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Csütörtök. Messi vezeti Sziszóra. Messzó. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyönyörű napsütés, reméljük mindenhol. Idő. Én mindig ugye Budapest evében beszélek, a többit nem láttam, de azt hallottam Ákosunktól, hogy jó idő, szép idő, végre elmúlik ez a vihar, és egyre többször süt ki a nap. Olyan jégesőbe kerültem tegnap, nem tudom, benneteket elkapott? Nem, szerencsére, én is hallottam. Én ritkán ijedek meg, most se féltem, csak a kocsimat féltettem, és visszatolattam beállni egy étterem diófája alá, ott ahol lakom, mert van egy rohadt nagy diófája, és beálltam alá, és ilyen öklömnyi, nem, téglányi, nem. Nem, focilabdányi. Zírbelsőnyi, nem. Turulmadár szintű. Óceánjányónyi. Olyan jégeset, hogy a telefonomért nyúltam, hogy felvegyem nektek, mert nálatok gondolom úgyse volt semmi, de hát aztán nem tudtam. Brutális égesőbe kerültem. Ilyenkor fizet a biztosító? Ha van biztos, egy külön biztosítás igen, van ha külön, tehát igen, sima kötelező van, akkor nem. Tehát ha van egy kaszkó jellegű biztosítás talán van, még az a nincs kaszkó nekem. Se. Aha. Azt hiszem, hogy külön kell ilyen jégkárasat kötni. Figyelj, ilyen megyszintű jégdarabok. Te brutális égeső. Tehát a török Bálint, aki ott volt, Budaörs, Érd, Diós, az tudja, hogy az valami elképesztő volt. Nagyon feketé lett az égnek az hajó, meg azt a Móni is mondta, hogy hú, valahol nem tudom, látta, vagy olvasta, szoktunk kapni ugye a telefonon keresztül mindenféle ilyen kis beharangozókat, hogy itt, meg ott, meg amott ilyen vihar, meg olyan vihar várható, aztán mondta, hogy lesz, de aztán elmarad. Nagyon szép idő volt, hál' Istennek délután. Van luk az autódon, vagy ilyen horpadás? Kézzel nem mertem megnézni. Ja, de inkább rá sem nézem. Beültem, gyorsan bementem az étterembe, meg kajálok, addig egy gyorsan, mint melyek a gyerekére az óviba, és nem mertem utána megnézni. Én úgy mentem, nem beülök, nem akarom látni. Azóta se láttam, hogy mi van. De volt olyan nyitott napfénytető érzésed, annak ellenére, hogy nincs ilyen az autódon? Az ölembe a jégdarabok. Csak mert van olyan lehetőség egyébként, hogyha a jégkár éri a kocsidat, hogy így kivákumozzák a behorpadásokat. Igen, tudom, igen. Nem. Csak közben mutatom a fiúknak, hogy mutatják a mokkát, és ott ő a Back to Black-nek a szaxofonosa. Igen. Hát a valamikori most már nem játszik velük, mert ő más dimenziókban mozog. Bársony Bálint. Egy jurtában lakik fönt a hármas határhegyen. Igen. Egyébként az nem lehet rossz. Nem. Hát, hogy valaki igen szereti, és különböző ilyen tibeti tálakon. Nem, ezok a színes zsebkendők szárítja őket. Minden öltönyéhez és indiéhez van egy díj zsebkendője azért. Na, visszatérő egészségére. Visszatérő, a gyerekek olyan, hogy mindig kripli, képzeljétek el. Na. Nem tudom emelni a bal vállamat. Ez még a múltkori edzés? Ez az a hülyesség, amit csináltam. Megbántad? Nagyon, rettenetesen. Tehát ez egyszer nonsens, hogy az emberek bemennek egy crossfit edzésre, kezükbe nyomnak egy súlyt, és tökreteszik őket. Hát milyen világ ez? Nagyon ügyes. Nem tudom emelni. Konkrétan napról napra rosszabb. Te tudtad, hogy kihez mész? Ki az edző? Vagy csak így bekopogtatok valahova? Nem, mert egy barátom szervezte. Nagyon jó edző, meg minden, csak nekem nem való a kettőből. Tehát így ismeretlenül ez nem. Ez nem szerencsés. Sem mindegy, hogy milyen gyakorlatokat csináltatok velük, csak így finoman halkan jelzem, hogy tehát, hogy bárki bármilyen szinten elkezd foglalkozni mondjuk kettlebellezésre, vagy kacérkodik a gondolata, az előbb csináljon már végig egy két-három hónapos ilyen kis rávezető kurzus, mert ezeket a gyakorlatokat meg kell tanulni. Igen, ezt én próbáltam jelezni. Hogy ezt én is úgy hallottam, hogy ez könnyű, csináljuk ezt. Ez neked van kitalálva. Kész, a bal vállam az konkrétan használhatatlan. Úgyhogy kripli vagyok. És mekkora füles súlygolyókkal kell dolgozni? A legnagyobbak ezt? Nem, 12-es, aztán 16-os. Az jó? A 16-os? Hát kicsi, nem volt hát nehéz. Jobb, mire? Ugye nem volt nehéz, csak tönkretette a bal vállamat. Igen, tönkretem, teljesen kripli módjára ébredtem. Tegnap úgy tettem be a gyereket az ágyba, hogy a végén már nem tudtam kiemelni az ágyból, annyira fájta bal vállam. Az egy izomhúzódás, vagy nem tudom mi ez. Hát izom, de jó, hát azt ne keressük rajta. Tehát ilyen szálhúzódás. Valami meghúzódott, igen. Valami meghúzódott. De amikor oltást kapsz régen, vagy kaptál régen, tudod, és te nem tudtad emelni a kezedet. Nem annyira jó. Mikor mész legközelebb? Másfél-két hónap is újra le tudok menni. De jó, ilyen intenzitással azért nem fogok nagyot nőni. Most
nem leszek túl izmos. Tedd át a hangsúlyt a jobb oldaladra. Igen, azt is végezt ki. Igen. Most akkor két ilyen lógó kézzel. Egyébként nem. Tehát, hogy ez lenne jó. Na mindegy. Igen, most jobb oldalas gyakorlatokat csinálom. A fitnessipar is egyébként olyan, hogy gyakorlatilag mindenki ért mindenhez. Hát, hogy az a jó, hogy mindenki tudja, hogy mi neked a jó, és hogy mit érdemes csinálni, mit nem érdemes csinálni. Mindenki elmegy valaki egy ilyen egy hónapos gyors talapról, kap egy ilyen oklevelet, aztán pedig kitűzik falra, és akkor onnantól kezdve is csinál mindent. Nem de lehet, hogy valamelyik tűn... műsorodat nem szereti? Nem mondta? Nem volt ilyen utalás? Hogy... Kézzel nem is nagyon tudta, hogy ki vagyok. De jó. Ah, ennek annyira örülök. Én is. Ennek én úgy tudok örülni, mert akkor mikor érkezett Szíriából? Tessék? Igen, ennek én nagyon tudok örülni. Sőt, ennek örülök a legjobban, amikor én nincs előítélet, nincs pozitív se, az sem mindig jó. Visszakérdeztem, hogy is téged, kérdeztem Balázs, hogy hívnám, hogy Márk is téged, mondom Balázs, és úgy örültem. Mivel foglalkozol, megkérdezte. Tök jó, tök jó volt. Magyarország legnépszerűbb tévészevénysége vagyok. De kifejezetten jó érzés volt. Igen, tényleg jó lehet. Megkülönböztetés annyi, hogy hát érződött, hogy nincs megkülönböztetés, mert konkrétan nem. Tehát aha. Semmi fogkevémet se tudom megfogni. Ezzel 3-4 évvel ezelőtt így megcsúszott a kezébe a swingel, és közben a kertlőből is beledobta a tévébe azóta. Igen, és azóta nem tudja. Balázs óta azt még nézted, de annyira megváltoztam, hogy nem ismert meg. Na mindegy, jó, mindenkivel minden oké? Hát nem annyira, mert én is valami egy bizonyos tekintetben egy krippje vagyok, és nem nagyon értem a dolognak az okát, mert hogy azt vettem észre, hogy van egy orbitális nagy véraláfutás, meg dúzanat az alkaromon, és a fejem meg be van zúzva, és van rajta egy seb, és fogalma nincsen, hogy szereztem őket. Tehát, hogy az a durva benne, hogy valamelyik, nem tudom, mondta, talán tegnap mondta valaki, de persze, bejött a Gyula. És gyűlök itt a gép előtt, és így molyolgatok valamivel műsor után, és jön be Gyula, és akkor hát ez a hatalmasabb a fej, de mondom, milyen sebb. Oda nyúltam, és basszus, tényleg van egy ilyen érgalmatlan nagy keresztbe egy ilyen hegesedett, ilyen nem tudom micsoda, és be is van, dagad. De nem lehet, hogy nálatok is volt jégeső, csak nem emlékszel rá? Tényleg. És elfelejtettük visszahúzni a sátort. Amit a múltkori 13. havból csináltam meg. Vagy beléd állt egy esernyő az 50-es villamoson, nem lehet? És az alkaromon meg itt van egy rohadt nagy véraláfutás. Fogalmam sincs, hogy melyiket hol szereztem. Mónikával nem volt valami összevesés, amit éjszaka rendezett le? Hogy mondtam neki, hogy ha ennyire elidegültünk egymástól, hogy álmom, ha nagyon akartál verni, hát, akkor majd fiam, beszéljünk már, vagy tényleg menjünk már egy családterapeutához, és beszéljünk már róla, mert hogy nem így szeretném befejezni, vagy legalább hagyd búcsúzzak már el a gyerektől, mielőtt megfojtasz egy párnál, vagy agyonversz egy széklával, vagy ilyesmi álmomba. Nem volt az, hogy belenézted a tükörbe, és egy baltát ki a fejedben? Nem volt ilyen? Az utóbbi napokban nem volt. Ez mi az Isten? Hogy kerül ez ide? Nézd már! Egy köntösnek az öve volt a nyakamra rácsomozva reggel, amikor keltem, és nagyon rosszul vettem a levegőt. Igen, és a szekrényben voltál mesztelenül, és egy kicsit esetleted, hogy mit csinálsz, ott belülről betámva a szekrény. Fogalmam nincs. Iszol mostanában? Nem. Egy jó kis erjedt szójatej, vagy én nem tudom, mi a beüthetett, vagy konyakos megy, fogalmam nincs. Mert alkoholos befolyásoltság alatt ez simán előfordul, hogy hazaérsz, össze vagy törve, és azt se tudod, hogy mit jel. Már nem velem, hanem... Nálunk ekkora rock and roll életmód lenne, még beleférne, tehát el tudnám képzelni, hogy ez lehetett az oka, de rám nem jellemző. Tehát egyáltalán nem jelz, és fogalmam sincs. És azért nem kicsi ez a duzzanat a fejem tetején. Az nem, az egy elég nagy sem. Meg ráadásul ez az alkalomon sem. Egy ilyen kis, hogy hívják, mert beütöttem ide, és akkor észre se vettem. Megvédtél valakit, egy járva igen, kis kutyát, igen, ez lehet. Ha el akartak ütni, és te elé ugrottál a kocsiba, találjunk ki valami jó sztorit. Tényleg, lehet. Erre valami föl tudsz főzni. Aha, hogy összeverekedtem valami egy jótét lélekre, egy keresztényel, egy irgalmatlan, nem irgalmatlan, egy irgalmas szamaritárussal, hogy átkivezesse át a nénit a lámpánál, vagy így valami. Így van, és kis botjával fejbe csak ez lehetett. Aha. Fogalmam nincsen. Remélem, hogy nem lesznek következmény. Mármint olyan következmény, nem fog tovább folytatni a dolog. Tehát nem fog bejönni valamelyik pertölt orral kiszúrt szembe. Az ele az egyre durvább lenne. És minden nap egyen nehez, vagy egyen kemény. És sose tudnád tudod, hogy azért az úgy kemény. Fogalmam nincsen. Jaj, gyerekek. Hát akkor kriplik vagyunk, ez van. Hozzunk egy masszert? Azt írják egyébként, hogy van ilyen, hogy válöv gyulladás. Öv? Igen, válöv gyulladás, 7-10 nap aflamin. Az aflamin az egy ilyen fájdalomcsillapító gyulladás csökkentő, azt szedtem régen. Nem kellett volna, csak elnéztem a C-vitaminot. Rászoktál. Ilyen csukott szemmel, mindig mondtam, adjál C-vitaminot, bevettem, ezt kiderült egy hónapja aflamin. Jó egyébként, ez egy erős gyógyszer. Egyébként, megmondom őszintén, egy picit gyanakodtam erre a dologra, hogy a tegnapi adás után tényleg elraboltak az ufók. Fura, de nekem is ez jutott először eszembe, csak nem mertem bemondani, hogy lehet, hogy valamilyen testen kívüli élmény, hogy elvittek egyébként.
ne lepődj meg, ha 9 hónapon kiderül, vagy egy hónapon kiderül, hogy terhes vagy, és sok kis pici lény van menned, azért majd egy új, egy medence ultrahangra menjél el, vagy egy hasi ultrahangra. Hát. Ki ne derüljön, hogy már ott vannak a kis pocaklakók. Mi ellene megtermékenyítettek volna, képzeld el? Te lennél az első férfi terhes, és idegeneket szülnél. És elvinne a NASA, és egy ilyen laboratóriumon kísérletezni. Mondjuk az elég fura volt reggel, amikor feltem boxarasomat, hogy elakadt egy miniatűr parabol antennában a popsimnál. Igen. Azért, amikor nézem, mész a budira, nézem, hogy nem pislog. Kis gazdám. Na, te beszélsz? Én vagyok az, nem ismersz meg. Szóval igen, azért arra nézzél rá. A tegnapi hitetlenkedésed miatt ez most ugye bizonyíték. Azért vittek el, most hogy meggyőzzem. Most egy pici kis vágást valahol a testemen, hát ahova van a fejedben a vágás. Tették, de ekkor, de akkor rohadt nagy csip. Akkor ez valami régebbi típusú csip lehetett, még az 1.0-as verzió. Valami orosz csipet raktak belé. Valami nagyon nagyot, igen. Na mindegy, hát ez egy érdekes. Jóval, nem fogok lefialni. Hát azt én remélem, azért az érdekes lenne, de tudósítunk róla. Na gyorsan megmutatjuk, mi történt velünk tegnap, aztán jövünk vissza. Félre sikerült szolgáltatásokról beszélgettünk, mert hogy egy amerikai masszőrnő tártja lázba most az amerikai világsztárokat, mert hogy harabdálja őket. Mi pedig arról kezdtünk beszélgetni tegnap, hogy mi volt az a szolgáltatás, amit igénybe vettél, de nem azt kaptad, amit vártál, elmentél, és valami egészen megdöbbentő dolog történt veled. Hát kiderült, hogy kupon. Itt a kupon a megoldás, úgyhogy ebből csinálom még külön témát majd. Valaki valamit igénybe vett kuponos szolgáltatásként, ott az esetek nagy többségében nem azt kapod. Nem azt kapod, amire számítottál és amit vártál. Úgyhogy gyorsan megmutatjuk a tegnapi részeket, aztán jövünk még a hírek előtt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét van egészen pontosan. Hello mindenkinek, itt vagyunk újra. Aki játszana velünk, az jelentkezzen játékra. Hogy állunk? Kettő mennyi? Kettő? Nem. Három egy. Kettő egy lehet maximum. Aha, igen. Ja, kettő igen, egy, csütörtök egy, igen, egy, igen. A tegnap ez kettő lehúztunk. Egy nekünk, meg vagyunk. Kettő egy nekünk. Igen. Hétfőt elvesztettük, tegnap előttet nyertük. Igen, kettő egy. Kettő egy, jó, oké. Drágáink, akkor jelentkezzetek játékra. Jó, írjátok meg nekünk, hogy kivel játszanátok, miért játszanátok, hogy játszanátok. Úgyhogy jelentkezzetek. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után a játékkal. Show, nagy tavaszi országjárás 2016. Már 7 éve minden májusban elindulunk. Miért lenne ez idén másképp? A hazai rádiózás legnagyobb sztárjai idén tavasztal is a nyakukba veszik az országot, hogy a magyar rádió hallgatók testközelből élhessék át a hamisítatlan Morning Show élményt. Tarts velünk mindaz öt állomáson, burkold be a nyereményeket, és mi tejben vajban füröztünk. Szombathelyen kezdünk, aztán Székesfehérvár, aztán pedig Szeged. A sütőtökön mégis sem van, és pénteken pedig Kazincka. Lesz üvegstúdió, hatalmas nyeremények és felejthetetlen hangulat. Klassz FM Morning Show, nagy tavaszi országjárás 2016. Már 7 éve a legklasszabb buli. 3:47 múlt pontosan. 2 perccel Ákos, köszönjük. Ákos szereti a munkáját. Köszönjük szépen. És a hangját. Hát egy negyed óráig, értem, van egy show. Ami közszolgálatilag elő van írva, azt meg kell tenni, amit megkövetel a haza. Hát, sokan kérdezik, hogy miért van negyed óra, országos kereskedelmi rádióként, ez NMAH-s előírás, ez kötelező közszolgálat. Ennyinek kell lenni a hírblokknak. Ákosra kenjük. Ákos. Nem már 14-50 ért? 15? Így van. Egy kis cseresznyét is rakott a tetejére. Igen. Azt gondolkozom, hogy mi van akkor, ha egy pillanatra a másikra elveszíted az egyik kezedet? Hogy mennyi idő alatt tudsz átállni az egykezes életre? És te ráadásul balkezes vagy, kétkezes vagyok. De már minden. Tehát most jelen pillanatban azt érzem, hogy mondjuk csak a jobb kezem van. Igen. Végig gondoltam a feladatokat, hogy van-e olyan dolog, amit nem tudnék megcsinálni, és ezért baromira nem lenne egyszerű. Hol az első, ahol megakadsz? Hát a vezetésnél például azért megakadsz. Ugye, ha nem automata autód van, akkor már beakadsz. A zuhanyzásnál se egyszerű. Tehát ezzel a zuhanyzás, ha azt berakod a szádba, miközben azért a kis marsalbotodat azért rendbe rakod. Ja. Elmész a budira, azt azért megoldod. Hát meg, de most igen. Így végig tekertem a napomat, hogy így ugye nem nagyon tudom használni a bal kezemet, hogy mit fogok csinálni, és azért úgy magányos ez a kis jobb kéz egyedül. Gyereknevelés, hát... Azt felejtsd el. Az kész. Tegnap úgy próbáltam a Noelt fölvenni, hogy odaszorítottam magamhoz, így legugoltam. Szegény. A gyerek nem értettem, hogy kiszorítottam belőle a szúszt, és ugye nem így emeltem, egy két kézzel, nagyon fájt a babám, megfogtam, és így egy kézzel megpróbáltam.
és a gyerek tudod így nézett rám, hogy, hogy miért csinálom ezt, miért csinálom ezt. Az ott kész. Hogy azért de egy csomó minden. Illetve jobb kézzel újra kinek tanulnom írni. Hány szer ráadásul jobb kézzel terítezem, tehát az megmaradna. Ha elveszed az egyik kezedet, az egyen súlyos fel a labda? Várjál, te nekem, hogy dobsz föl labdát. Szálljon. Ja. Így van. Szálljon, elegedett térrel felrúgod. Tehát azért ez nem egy egyszerű egyik pillanatról a másikra. Hirtelen olyan képességet vesztesz el, ami úgy természetes. Alapból nyúlsz a ballal. Meg hogyha mondjuk Zsülod akarna menni hozzád, és egy hatalmas pofont le akarna neked akasztani. Már előtte könnyökkel azért még oldal tudnám verni. Ahogy közelítél még a jobb könnyökkel, mert azért annyi erőm lenne, hogy rettenetesen orba verje. Na mindegy, nem, igen, fura. Amikor itt hirtelen ott van mindened, és aztán így a felét nem tudod. Egy nadrágot nem tudsz felhúzni normális. Egy nadrág felvétel egyébként tényleg? Egy nadrágot nem tudsz fölvenni? Hogy gombolsz például. Gombolás. A gombot, a gomb, mert az... Mindig odamész a feleséget, hogy adja rád a nadrágot. Azért hát az elég gyomorú. Nem, most Bali, ez fáradt vagyok. Nem, csak a gombolás, szórakozz már! Már reggel is akarod, sose akartam. Nem, csak léci. Igen. 86-os út Szélsárkány mellett fél perc lezárás van, pici torlódás. Mérnek a kis kumarsai Bolkút előtt mázista küldenek, mint Táborfalván a benzinkútnál van egy trafi. Azt mondja, hogy földön kívüliek, már pedig vannak a keddi szurkoló néni egy messzi-messzó galaxisból hívott ide. Egy messzi-messzó galaxisból, igen. Hát ma is lesz játékunk. Ígértük Csabi gyerekeinek, ugye, hogy 7:30 előtt megmutatjuk a nényét, megmutatjuk Ágit, viszont 9 óra után ma újra hívunk egy remélhetőleg nagyon jó szakkommentátort, egy szaktársat, ha lehet így mondani, és aztán ő majd kommentálja a gólörömet. És imádkozunk a szponzorhoz, hogy adjon még két jegyet. Ugye? Igen. Mert hát a Mamzi biztos, hogy velünk van. Igen. Nem, ha ő jön, akkor lesz két jegy, ja, ami felszabadul. Minden. Több jegy is lesz, ami felszabadul. Na nézzük meg, hogy hallgatóink kivel játszanak, mert itt is van a játékosunk már is. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt, halló. 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 Ennél bátrabban kell. Halló. Halló. Hallóka. Csúj. Mi van? Hová tűnt a hallgatóm? Emlékeztek a hangutánzó srác? Ő egy pasi. Egy amerikai srác. Ez a hang? Ez. Mert a kutya emberre emlékszem, de... Ő full profi. Jó, hát... Ez is jó. Emlékeztek rá? Zseniális. Elég magas szinten űzi ezt a dolgot. Erről nem mondod meg? Ez nem, ez teljesen korrekt. Emlékszem, évekig erre keltem, ez volt az óránk. Ez már sok is. Tehát, hogy ez már túl kakas. Halló, jó reggelt, ciao. Halló, jó reggelt, bocsánat. Itt halóztatok, és én is halóztam. Na, hát mondani, mi történt. A telefonomon a némítás. Bolond ez a telefon. Igen. Reni, halló, jó reggelt. Halló, jó reggelt. Kivel játszanál, Reni? Janival játszani. Nagyon helyes. Reni, játszunk is. Nagyon helyes. Én szeretem, ha nem sorrendbe megyünk, hanem aki játszott tegnap, játszon csak ma is, mert az ember játszik egyet, aztán azt gondolom, hogy úgy csütörtökön válaszok. Újra mindig Jani, Feri, Balázs. Jó az, hogy most Jani még egyszer játszik. Indítjuk az órát, árunkat, egyesek. Hallottad, hogy milyen baleset történt Balázsra? Balázsra fogalmam sincs. Edzés közben? Aha. Kettlebellezett. Pontosan a crossfittelt. És az nehéz? Te is szoktál edzeni, ugye? Tessék? Te is szoktál edzeni. Én persze, természetesen. Én Kási Vazára járok, az egy harcművészet. Hallottál már róla? Még egyszer? Kási Vazal, harcművészet, szabad stílusú. Soha. Harcművészet. Japán, soha nem hallottál? Indiai? Több stílusnak az ötvözése, most mondom, figyeljet. Aha, magyar találmány? Ez az edzőmnek a találmánya igazából, mert nagyon sokat kipróbált, férfi és azt tettez meg neki, természetesen férfi edző, Ákosnak hívják. Bejön? Figyelj, eléggé idős hozzám képest. Most az idős pasikra? Fiatalok szerintem az edzőmnek.
Hát figyelj, jól nézel azért ki ahhoz képest, már alacsony vagy, igaz, én is alacsony vagyok. Ahhoz képest? Jól nézel ki ahhoz képest? Igen. Hogy majdnem 50 éves vagy. Hány éves vagy? Hát megkérdezhetem. Idén leszek, várjál fogalmas. 46. Segítség. 46. Az abszolút, az abszolút. Egy 30-as testben. Reni, megvan az ajándékcsomag, gratulálunk! Ügyi van! Köszi szépen! Nagyon jó voltál! Jó játékos vagy egyébként tényleg. Igen, és bocsánat, mert ez az iPhone-om van, és így picit rossz, és lenémítottam, és mondtátok, hogy bátrabban. Hát mondom, én bátor vagyok, és nézem, lenémítottam, basszus kulcs ezekkel az új telefonokkal, már ilyet is lehet. Nagyon sokan írják, hogy kimondtad a tiltott szót, de ez már minden nap jön, úgyhogy visszahallgatjuk, és mondjuk adást, mondjuk a hírek után. Puszi! Szia! Ciao, köszönjük! Ügyesen játszott. Nagyon jó volt. Ezt soha nem hallottál róla? Ezt írják a hallgatók, hogy álltak ez volt, de sólyom szemet kikérjük, adna visszahallgatja. Jó, 6 perc volna, 7 óra, jövünk a hírek után. Morning Show. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra után 9 perccel, hello, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, szép reggelt kívánom mindenkinek. Egy hét múlva ilyenkor már nem tudom emelni a bal kezem. Békés Csaba, Így van. Egy egész füstölt kolbász halom alatt fogsz feküdni, Jani. A stúdiótól jobbra lesz ugye a... Már átadó sátor. Valaki már bőségtársátor. Valaki 48 környékén már felpofozott Gyulaival. Ja nem, Csabaival. Ha nem mondhatunk bármit, érted? Csabai nem hozott Gyulait, érted? Hát valaki már felpofozott Békés Csabai kolbásszal. Még egy kis viskohoz, Janikám, egy kis házdi bizilek, nem tudok többet tenni, Marika néni, nem. Marika néni, anyám nem fog jönni. Végre kiderül, hogy szólunk-e vagy nem, mert most tényleg már ez egy ilyen fekete lyukot nekünk, hogy ellentétes véleményeket hallunk. Igen, szóval túlnére indulunk, és aztán pénteken pedig emelem, Kazinc Barcika! Jaj, Kazinc Barcikán zárjuk majd a turnét. Így van. Sűrű lesz. Így van, a kitelepülés, illetve az egyhetes kitelepülés hivatalos dala Ákostól a valami véget ér. Így van. Valami fáj. Majd később fog, de... Később fog, igen. Ingáztok, vagy ti leköltöl? Búcsút vesztek a családtól, és leköltöztök. Ilyen feszes alsóban nem ingázik ez. Nyakatokba veszitek az országot. Jani vasárnap megpuszi a családot, és péntek délutánig. Én ingázni fogok. Én nekem is kell egyszer-kétszer. A végét azt bevállalom majd ott alvósra, de szerintem nekem az ott középen az a Szeged, meg az a Fehérvár az ingázás. Egyébként mind a kettő, a Fehérvár az ugye nagyon könnyen, de Szegedig is autópálya van, hogy másfél óra, neked egy. Megalszunk valahol Kecskeméten, nincs az a végén. Nézegettem most az AC/DC koncertjegyeket, és erősen gondolkozom ezen a bécsi AC/DC-n. Axl Rose-zal. Most belehallgattam egy lisszaboni próbában. Én hittem benne már az elején is, mert jó, szerintem Axl hangtartomány egyébként nagyon hasonlít Brian Johnsonhoz. És egy rajongó odállt a lisszaboni próbaterem elé, és kihallgatta az AC/DC-t. Szenzációs egyébként, hogy próbálták a Thunderstruck-ot, meg ott mindenféle mást is. És jönnek Bécsbe. Annyira utálom, hogy Bécsig eljön, de itt megállt. Komolyan mondom, kikérem magamnak. Kicsit a magyar AC/DC rajongók nevében. Hát azért egy arénát meg tudunk tölteni. Ez egy 8-10 ezer ember szerintem egy AC/DC-re elvergődne. Hát nem? Ezzel, hogy Axl az énekes, egész biztos, nem de rossz. Egyébként maga a zenekar is. Igen. Még addig bedobja a kulcsot valamilyen forma Mangus is, és akkor beszáll helyett ezt Slash. És akkor picit átrendeződik a zenekar. Én még a vagyút jobban szeretem. Az Angus se rossz, de nekem a vagyú az. Vagyú marad sokkal jobb, mert dokalomlósabb. Ráadásul csak csirkés vagyok, úgyhogy az Angus engem egyáltalán nem érdekel. De nem gondoltam, hogy Axl Rose, a gyerek nagy Guns meg AC/DC rajongó. Én inkább Guns, nem AC/DC, de május 19 talán a bécsi koncertjük. És van még egy titkos oldalam, ahol még lehet jegyeket kapni. Szívesen veszük, mert szülinapunk van, tudod, Janival? Uh-huh. Hogy vesztek nekem szívesen egyet? Persze. Erre gondolsz? Átküldöm a honlapot. Meglepettek egy darab jegyel. Én tudok előre is örülni egy szülinap ajándéknak, ha valami nem nincs ötletetek júniusra. Ja, hogy nektek van. Ja, úgy értem, hogy ti akartok nekem menni, mert én júliusban is örülök. Májusban is örülök egy júliusi szülinapnak. Hát ha esetleg nem tudunk rá jegyet venni, mármint a koncertre, akkor kapsz majd egy belépőt a Práterbe, az óriás kerék. Egyébként az se tűnik rossznak, igen.
Ah, Istenem, szóval jönnek egészen közel lesznek. Sőt, Gánz koncertről is hallottam már, hogy tervezik, hogy átjönnek Európába. Na, arra viszont el kell menni. Arra viszont el kell menni. Igen, mert akkor a siker Amerikában az ő koncertjük, hogy most átugranak egy kicsit Európába is. Ja, most elég jó be vagyok tárazva. Addig nem ölik meg egymást. Megyek majd Révén Závodira. Meg Flipper öcsi. Ez tényleg... Hát ő más. Bodnárit akartam mondani. Ki volt a Bodnár? Paprita. Igen, Bodnár Attila. Paprita is akartál mondani. Igen, mindig keverem, a Bodnár Attila, Paprita. Jaj, de fáj van. Arra is elmennék egyébként. Ők valahol Bécsben élnek, vagy Ausztriában. Igen, Ausztriában. Ausztriában boldog. Mi volt a dalul? A Csovicsovi. Csovicsovi császár, azaz. Németül nyomják kint. Azzal hakmiznak, nagyon jó. Na, tudtam, ők Bécsben. Igen. Kiköltöztek, elmenekültek a magyar rajongók. Június 6. szabát. Azért bízom benne, hogy mi nem gyakoroljuk. Bízom, hogy mindjárt sálom. Nem. Mi nem gyakoroljuk ezt a dolgot, hogy te tudod, én se dolgozom szombaton. Júliusban. Jó, hát most igen, milyen könnyedtelen ez a dolog, hogy neked csak júliusban. Nekem már 2 nap múlva. Ja, persze, most lesz egy csomó minden. Na, nézzük gyorsan, hogy mit ír a hallgatóink, mérnek szerencsén az Ondi úton. Köszönjük szépen, boldog apák napját ma van. Hát, ma? Én elhiszek mindent, amit látok, gyerekek. Hol vannak az ajándékok? Csajok, illetve Anna. Anyák. Hol vannak az apák napi ajándékok? Igen. Azt mondja, hogy Veres Péter bökényföldi sarok most élesítik a háromlábút. Köszönjük szépen. Uh-huh. Jaj, bocsánat, hát nekem te fél igen nem. Tessék? Igen, megint beleültem egy rajszükbe. És annyira jó. Nem, a játékot akartam megmutatni, hogy igaza van a hallgatóknak. Miért nincs az már ilyenkor berakva? Zsül maga a tempó, maga az... a szédítő szágulás. Na, szóval, ha csólyomszem megvágta az anyagot, hallgassátok meg, figyeljetek? Japán, kínai, indiai. Itt is volt, soha nem hallottál még a keresi vazza harcművészet. Hogy keresi vázát? Úgyhogy óvunk, elvesszük, sólyomszem jelentkezett, Renit visszahallgattuk. De szép volt, Jani! És 3000 ez a hét is! Nagyon sok hallgatónk, elsősorban a fiú hallgatónk, vagy férfi hallgatóink kérik, Reninek a telefonszámot sajnos nem adhatjuk ki. Hangja alapján tényleg nagyon szimpatikus lehet. Annak jelleg közöld vele a rossz hírt, jó? Hogy sajnos ugrott az ajándékcsomag. Valóban kimondta, köszönjük az észrevételeket. Figyelj, itt olyan sólyom szemek vannak, olyan fülekülnek a rádiók előtt, hogy egyszerűen őket nem lehet megtérni. Kérdezzük, hogy miért nem figyelünk? Hát ezért figyeltek ti. Mindenki, mi más csinálunk. Én a teámat korcsolgatom, a Feri a játszok. Jani közben küzd, hogy meglegyen, hát most mindenre mi figyeljünk. Hát valamit azért ti is. Nektek is kell. Ti is csináljátok, így van. Az apák napja egy világi ünnepnap, június 3. vasárnapján ünnepik. Szuper, de most május van, nem? Aha. Igen. Valaki ezt picit előre hozta. M7-es 145-ös kavicsnál mérik a kanizsa felé tartókat, ezt Peti küldte nekünk, és azt nézem még, hogy kérdezzétek, mikor lesz a játék? Mi a Csabi gyerekeinek megígértük, hogy Miss Keddet leadjuk ugye még 7:30 előtt, tehát ne felejtsük el 7:30 előtt megmutatni a gyerekeknek, megígértük, de a játék 9 óra után lesz, tehát a gólörömöt, a barcelonai utazás vízióját és mindent, ami ezzel jár, az tartogassátok 9 óra utára, akkor lesz majd a játék, a gólöröm játék. Holnap pedig már ugye a szavazás. Akkor jöjjön most Szepesi anyuka a magyar nép szeme. Igen. Na, akartad valamit? Én akartam, én szeretném, illetve szeretnék oda. Hát gyakorlatilag ennyire nem volt ittas, de a hírek szerint viszont igen, Demcsák Zsuzsát elkapták, biztosan hallottátok a hírt. Vasárnap este megünnepelte, ugye, hogy bennmaradt a nagy duettben. Ittasan kapták el. És elkapták ottan több, illetve ne, hát két gondolom én, hogy két rendőr kocsival hazafelé menet. Az ügy pikantériája az abban van, hogy értve több dologban is van. Egyrészt, hogy állítólag az otthonától 100 méterre ült be az autóba, amit ha én ittas vagyok, akkor se teszek meg, ha érted? Jó, onnan gyalog is haza. Annyira ittas volt, hogy nem tudta, hogy ez 100 méter. Ja, és körbe akart menni a városban, ez az egyik. És a Hősök másik... terén kapták el, tudod. És csak 100 méterre a Barona utcától. Hölgyem, a Hősök terén van. Hát meg ide eltévedtem. Hál' Istennek üres a parkoló. Ez az egyik, a másik. Hősök tere, hölgyem, itt ne álljon meg. Az ott a műcsar.
van. Rájön. Igen? Ez az egyik, a másik része a dolognak, amin viszont nagyon sokan háborodnak, hogy nem vonták be azonnal a vezetői engedélyét, pedig ugye egy átlag emberrel, most az átlagot azt úgy mondom, hogy nem ismert emberrel, általában ezt teszik. Na de várj, mielőtt meglincselné mindenkit, Demcsák Zsuzsát, hogy celeb azonnal akasszák fölött az útszélén. Azért ez nem úgy van, hogy meg... De tényleg így van. Hát, persze, ilyenkor. Én nem akarom megvédeni, mert baromira nem értek egyet az ittas vezetéssel, mert mindig kell, hogy az ember zsebében lapuljó 3000 forint, amivel te hazamehetsz taxival, főleg ha ismert vagy, hát ízekre szednek, ez a Demcsáknak se éri meg, ez senkinek nem éri meg, bennem olyan félelem van bármikor, amikor iszom, hogy nem, hogy autóban megyek, én már direkt leteszt, nem indulok el autóval, hogy véletlenül se jöjj. De már a taxiba is alig beszáll. Igen, gyalog megyek. Nem én vezetek, ugye? Nekem ez egy nagy parám, hogy ne történjen semmi, én már ha tudom, hogy buliz megyünk a fiúkkal, már valaki eljön értem, hogy a kísértésre legyen. De ez nem úgy van, hogy attól függ, hogy mennyit itt áll, és akkor ahhoz képest van 10 000, 20 000, 50 000 jogsiben van, tehát nincs itt valamiféle olyan, nem tudom, méltányosság, hogy hány ezreléke volt a véred az alkoholban körülbelül, biztos tehát van. Hogy ez nem így van, azonnal elkapnak, bevonják, zéró tolerancia? Szerintem igen, ott nem engedne, hát akkor gyakorlatilag, ha megvan a jogosítványod, akkor te visszaülhetsz az autó vezető ülésébe, azután, hogy mondjuk téged azt mondta neked a rendőrség, hogy menje, majd akkor magát följelentjük, de most menjen haza, ahogy akar. Nem, hát nem, akkor az van jogsim, az akkor nincs. Visszaülhetek, de hát, hogy nem. Az valószínűleg akkor ott igen. Hát a kocsidat nem veszik el, előbb a jogosítvány, érted? Akkor nekem megvan a jogosítvány, megvan, minden visszaülök és megyek tovább. Hát részegen szerintem valószínű nem mész. Csak úgy van, gondolom, hogy 50 000, ha ennyi, nem? Ha ennyit itt áll, picit mutat a szonda, jogsi elvétel a sokat mutat. Azt tudom, hogy zéró tolerancia van, tehát azonnal büntetés. De azonnal elvétel? Valaki segítsen. Valaki segíts már! Figyelj, nem, hát ez az, hogy Pákó mondta, valaki segíts már. Van egy előzetes teszt, és nem feltétlenül szondáztatják meg az illetőt. Mert ha például azt mondják neki, kérjük szépen a jogosítványát, és odaadja mondjuk a kölcsönző jegyét a Szabó Ervin könyvtárból, akkor már nincsen szonda. Tehát akkor már érzik, hogy felesleges a dolog. És Demcsák Zsuzsán is megkérdezték, hogy itt áll, és akkor nem megyek is. Nem állok. De akkor már tudták, hogy itt áll, nem ülök. Nem látod, hogy ülök. Hogy állni? Nem látod, hogy ülök. Miért állnék? És már tudták, hogy itt szondára nincs szükség. Azt mondja, hogy a hatályos büntető törvénykönyvünk szerint. Vizsgáljuk akkor meg az esetet. Na. Ha valakinek a szervezetében az alkoholszint meghaladja a 0,5 ezreléket, ami egyébként ott megy fél pohárból, mert nagyon kevésnek tűnik, minden esetben a helyszínen elveszik a járművezető jogosítványát, és büntetőeljárást indítanak. Egyébként én ezzel egyetértek. Tehát én rosszul voltam azzal, amikor az volt, hogy egy pohár bor még, igen, egy kicsi sör még, igen. Tehát ez egy baromi nagy maraság volt. Meg egyenenként változó a hatás, tehát hogy ezt nagyon jól tudjuk, hogy itt egy pohár bor, akinek mi érted. Egy fél pohár bortól felszaladsz az ízére, a Sota klinikára, Feri megérted. Feri 0,5 izzad. Egy törlés a homlokán, és ennyi. Annyi, két pohárból le se ér, érted? Három óra alatt. Én már belegszek gyermekeket, nemzek és egyebeket. Ennyitől. Ferinek még valahol az öblöget a torkával, érted? Azt mondja, hogy a büntetőeljárás jogerős befejezéséig bevonják a jogosítványt, és szinte bármilyen hosszan visszatartható a jogosítvány, ami egy-két évig is elhúzódik. Na most, akkor itt Zsuzsinak viszont nem vették el a jogosítványát. Ha hogy van ez? Na, és akkor itt jön ugye a háborgás. Igen, azt mondják, 0,2-23 ezrelékig szabálysértés, ráadásul is azután bűncselekmény. Tehát, hogy a büntetési tétes mennyit nagy találtak Zsuzsiban? Hát, azt nem tudom, hogy mennyit találtak benne. Nézd, már bilincsben ül a mokkában. Ja, de ugye azt írják itt nagyon sokan, hogy azonnali elvétel, amit te is mondasz, tehát a jogsit elveszik. A büntetési tételezés változik egy bizonyos ezrelék után. Mondjuk gyerekek, én láttam volna Sobert, Norőt, Michael Jackson, az én is ittam volna. Tehát, hogy az írással nincs? Igen, mondjuk, ugye? Nem azzal van a baj. Fel kell dolgozni a látványt, az biztos, hanem azzal, hogy utána beült az autóba, és ugye próbált vele hazamenni. Ezzel van itten probléma, meg a megítélésével tök érdekes, most nyilván támadják, és azért érdekes, mert hogy a celebnek mindent lehet, pedig hát valljuk be ő tök őszintén, hogy mondjuk nyilván ennek a létnek, amit mi élünk, annak van egy olyan olyan oldala, hogy néha kapsz kedvezményt itt ott, hát most, na. Vannak elfogadható helyzetek, például ez velünk nagyobb történik meg, de másnál ez felháborító, az teljesen egyébként. Kikérem magamnak. Hogy nem veszik el a jogsidat, akkor tényleg hogy mész haza jogsiva, kocsival? Hazavitték? Befektették a hátsó ülésre. Most emel már a fejét, hogy lehet, hogy ilyen rohadtul lehet. Tartsd már a lábát! Most nem volt magad. Látom a holnapi címlapokat. Drága bulvár újságírók.
ne próbáljátok velem eladni a holnapi újságotokat. Amikor ott ülő, ott jobbra. Ott ül, ott ül, a lyukas fejű. Érted? Aki elraboltak az ufok. Hallod, az arcán fekszik, fordíts már, nem kap levegőt. Még jobban néz ki. Drága, drága riposzt.hu, meg nőklapja kafé. Nem volt, nincs az, hogy Balázs baszolt. Balázs baszolt. Nem, én csöndbe vagyok. Én meg se szólaltam. Miért hazudsz? Mondd azt még, hogy szerettem a Zsuzsit. Tehát, hogy szerettem a Zsuzsit. Én nem szóltam. Igen. A Jani szólt be. Legyen az, hogy Jani beszólt. Ebből lesz a címla. Sebesnyi Balázs szerelmet. Tudod, és úgy tekerik, hogy nem tudok belőle kijönni. Bármit mondani. Rólam nem jönnek meg egy sort. Ez rólad fogsz szólni, ez az egész. Majd valamit kreálnak belőle. Légy szíves, ne legyen olyan, Balázs baszolt, nem csak. Balázs baszolt. Én nem szóltam. Én csak kérdéseket tettem. Nem csak Zsuzsi, aztán pedig szerelmet. Marrott neki élő egyenes alázma. Mit szól ehhez, Viki? Balázs szerelmes Demcsákban? Mit szól ez a felesége? Válás a láthatáron? Mindez abból egyébként, hogy Demcsák Zsuzsa ittasan ment haza. Így van. Miután Rákóczi bemószerolta, vadon beszólt neki Balázs szerelmes. Mi nem leszünk benne, ja, hát, ja, csak ő. És akkor most mi van? Most engem elkapnak ittas vezetésért. Igen. Nem veszik el a jogsimat. Akkor én ma ugyanúgy vezetek? Hát persze. Hát ma már nem ittál. Ugye? Tegnap este elengedtek. Akkor mégiscsak az van, hogy egy bizonyos szintig még elengednek, tehát nem veszik el azonnal. Hát hiszen nem vették el, most azért nem vették el, meg kivételeztek vele? De hát ott el kell vegyék. El kell vegyék, zéró tolerancia van. El is kell, hogy vegyék. Ja, és most van egy eljárás, az eljárás végéig a Zsuzsi most nem vezet. Így van. Igen. Hát nem szabadna neki. Így van, illetve ma most ő... már bringóhintóval ment be. Illetve neki nem vették el a jogsiját. Na de akkor nem vették el a jogsiját. Ő most vezethet. Hát akkor vezet. Igen. Na én ezt az egész ügyet. De ha értem. Más ember csinálta volna, mondjuk a Zsül, akit nem ismernek meg rögtön, míg nem mondja, hogy ő Zsül. Zsül vagyok, Zsül vagyok. Hallgassa, én kik a Zsül vagyok. Már. Én vagyok az a fiú. A Zsül, Zsül, francia retek. Ahhoz képest egész jól. Szépen beszélsz magyarul. A kuki az öcsém. Na most akkor ezt tegye helyre valaki. Tehát akkor tulajdonképpen leszik. A Zsuzsival most azt mondták, hogy á, ön Demcsák Zsuzsa, meg is vagyok. Enye, benye, menjen haza. Akkor viszont hogy derítette ki a Borsvai részegen vezetett és eljárás ellen? Ez egy másik kérdés, hogy ki jelentett egyébként. Aha. Hát ha valaki a rendőrsége leadta a drótot. Van a rendőrség, hát nem sorsz. Honnan tudnád meg? Nem, honnan tudnád meg a Borsa, nincs a rendőrség embere? Hát szerintem onnan, hogy másnap Zsuzsa mondjuk elmesélte bennem. Horváth József törzsőmes, mi a nem? Kovács Nimeles vagyok. Mi a nem? Dehogy is, hát azt ilyenkor kiadják. Hát van infójuk. Hát, a Zsuzsi nem hiszem, hogy kiposztolt egy képzeljétek el. Nem, hát elmeséled egy ízének. Képzeljétek el, megszegyeztetek. Képzeljétek el, részegen vezettem. Hát jó, RFK-nál is vannak barátaim. Ezt nem hiszem, hogy kiposztolta, de mégis a Borsa ezt lehozta, tehát valahogy ne. Ez kikerült, valahogy kikerült az információ. Hiszünk nyilván. Mi ennek a lapnak? Egyáltalán. A Borsnak? Aha. Hát de látod, hogy ügy van belőle, hát nem kamusztak, persze, hát jó, abszolút jót írtak. Aha. Hát vagy akkor hogy ez ilyen szomorú most a Zsuzsa? Igen. Nem az, mert nem, azért, mert, ja. mert meghagyták neki. Te most mit vélelmezel, hogy nem is hívott, és hogy nem nincs is ügy? Én a felét sem hiszem el annak, amit írnak, aha. Tehát hogy nálam ez az alap. Innen indulunk, és ebből lehet még lejjebb menni. Bocsánat, de nálam ez. Az a kollégám 0,65 ezreléket fújt, jogsi azonnal el, tegnap volt a tárgyalás, 120 ezer, 6 hónapra vették el a jogsit. Tehát akkor mégiscsak van egy értékhatár tényleg. Sajnos most én is érintett vagyok, nem csak féle témában, szívesen mesélek Laca. Hát adjuk be Lacát, hívjuk föl, mesélje el, hogy mit. Érintett egy nem csak féle témában. Hát a hasonló témában, igen. Én visszafutottam vele, képzeljétek el, általán nem hiszlek. Nem vették el a jogsiját, hisz vezeti a mokkát. Ez jó. Ez pontos. Látom a tévében, hogy nem vették el a jogsiját. Tök fura, hogy állítólag ő volt, és még sincs a Szebeni. Akkor most mi történik? Hát Szebeni ültetik le. Ja, igen. Ő a Balek a csapatban, tudod. Miért teszik ezt a bilincset? Csak akkor, hogy játsz a munkában műsort vezetni, hogyha nézd, olvasd az lapon a betűst, és vissza minden balhé. Megkérdezték Zsuzsát, itt áll, mire Zsuzsa? Nem, a Szomszéd utcában. Na, adjunk be valakit adásba. Jó? Hogy valaki, aki érintett a dologban, mondja el valakit, nekünk, bárkit. Valaki szólaljon meg. Jöjjön, te mondjon már valamit. Legyen Marsi Anikó is. Valakit adjatok már. Így van, hogy jöhet Göcci Gábor is. Szólaljon meg Göcci Gábor. Hát ezek mindegy. A robotlámpák. Hát ez valami fantasztikus. Gábor. Ilyen nem volt Buda tétén. Gábor, 3 hónapja dolgozol a tényekben, most már állj le a csodálkozás. Hájpult, gondolj a 3 kollégára. Á, Istenem, azt mondja, hogy nem veszi föl. Ki nem veszi föl? Hát ne vegye fel, mert az eleve személyiségjogokat sért. Ne vegye fel. Aha. Csak szólaljon meg. Ilyenkor hogy van, hogy a rendőr ismeri meg Demcsák Zsuzsát, vagy Demcsák Zsuzsa mondja el, hogy ő Demcsák Zsuzsa? Hogy megismeri a rendőrt. Vagy megismeri a rendőrt. Vagy az maga rendőr. Hogy van az?
Szerintem én egyébként ebben nem hiszek, hogy ó, maga Demcsák Zsuzsa, hát akkor menjen el. Ma már azért ezt nem csinálják lehet, nem csinálják a rendőrök. Tehát ma már azért ez nem jelenti. Nem akkor a szám már ez, hogy most egy celebbel vagy ismert emberrel találkozol. Szerinted csak ezért, mint miért? Micsoda, nem nagy számod miért engednének el? Hát mert szereti, kedveli, aranyos volt, elmondta, bűnbánó volt, hogy jaj, csak egy pohárra hittem. Nekem például, ha most vallomást kell tenni. Mondjad? Nekem például engedtek már el ilyen lejárt a parkoló cetlim, és már 10 perccel legalábbis ott állt a csávó, pont írtam, oda, jaj, mondom, elnézést. De azért egy lejárt parkoló cetlim, meg az ittas vezetők között. Nem ugyanaz, de én nem veszett a ittasan. Nekem is ettek egy túró rudit megenni a gyerekkel. És ilyen emellett dolgozunk együtt. Hát a pofás vagy a rohadt életben, komolyan mondom. Jó, te meg mindig sebb rétest kapsz. Hogy hát tudsz most ilyen veszélyesen élni? Hát nem veszélyesen, de hát az ember kap ilyen apróságokat, nem? Abszolút. Hát most nyilván nem ugyanaz, mint hogy elveszik a jogsidat, vagy nem, ha ittasa vezet, én nem vezetek ittasa. Hát most nagyon jó, senki ne vezessen ittasa. Laca itt van velünk. Hello, Laca, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Na, szia. Te érintve vagy, azt írtad nekünk. Hát hasonló témában tettem a Demcsák Zsuzsa mellett. És nem is ittas vezetés. De ittas vezetés, ittas vezetés. Na, de mi történt veled? Tehát a következő történt velem, és azért tudok együtt érezni egy picit a Demcsákkal. Február 9-i a sztori. Születésnapom után a párommal ebédeltünk, megittam 2 pohár bort. De mondom, déli 1:30, 4:30, teljesen rutin ellenőrzésnél szondáztattak, hát persze nyugodtan ismertem a srácokat, és megfújom, és légalkoholt mutatott a szonda. Mit légalkohol? Amikor szondázol, akkor nem véralkohol van, hanem légalkohol. Tudni kell azt, hogy a légalkoholt megszorozzák 2-vel, és az lesz a véralkohol szint. Na most nekem a sonda az 2,5 ezreléket mutatott, ami gyakorlatilag, amit a közismert, ez az 5 ezrelék a köznyelvbe. Ez azt jelenti, hogy vétséget, tehát nem mint cselekményt, vétséget követte el. Ott a helyszínen természetesen elveszik a jogsidat, és ettől a naptól kezdve vagy eljárás alá vonva, tehát jelen esetben február 9. Az van, amiről beszéltük, így van, tehát elveszik a jogsidat, és eljárás végéig, ugye nem kapott vissza a pénzbüntetés, így van, hát ezt elmondtuk. De ami még érdekes, tehát mondták, hogy a kocsit azt így zárjam le, hát valahogy majd hazaviszem, tehát természetesen nem ülhetek bele. Hát ez gyanított, nyilván, tehát ez gyanítottuk persze, hogy nem mondjak, hogy nem ülhetek bele. Kedves Zsuzsa, megtörtént az ellenőrzés, jó kívánatot, viszontlátásra, és vigyázzon magára. Tehát a Zsuzsát biztos, hogy nem fogják büntetni, tehát pénzre is meg el is veszik a jogosítványát. Lámpát bekapcsoltak. Oké, Laca, ezeket szerintem átbeszéltük, csak azért megyünk. Várjál, még egy dolog, a büntetés a Zsuzsának onnantól fog kezdődni, mikor leadja a jogosítványát. Tehát nekem a büntetésem az gyakorlatilag február 9-én kezdődik. Tehát az, hogy most ő hazamehetett, én nem tudom, hogy ez most az akkora híre, hogy most hibázott a rendőr, vagy nem. Őnek a büntetése majd akkor kezdődik, mikor jogerősen elítélik. Hát nem ez a kérdés, hanem ő ugye ittas volt, tehát hogy visszaülhet a kocsiba és hazavezethet, akkor szerinted, mert nem vették el a jogsiját? Elméletileg figyelj, az a egyetlen kérdés, hogyha elvitték véralkohol vételre, akkor el kellett volna venni a jogosítványát. Akkor nem, ha viszont nem vették el, akkor olyan az értét, hogy kicsi nem volt. Jó, el, rendben, igen. Köszönjük. Okay, köszi, hogy elmondtad, köszi, ciao, hello, ciao. Mi történt? 8:30, 1 perccel azt hittem, hogy kaptál egy SMS-t. A gyerekek! Hát megígértük nekik, hogy megmutatjuk Ágit. Ja, azt hittem, még mindig óviba van. Nem tudom emelni a bal kezem, még a fejemre csapok a bal kezem, hogy leszakad a bal vállam. Nem, megígértük Csabi gyerekeinek, hogy megmutatjuk. Persze. Megmutatjuk Ágit, a gólöröm játékunk keddi játékosát. Mert ők még nem hallották, és ők ugye nagy futballrajongók. Ugye Ági kedden megérkezett, meteoritként becsapódott, és azóta a Morning Show egén tündököl, mint egy üstökös, amit csak lassan húz át, és még mindig itt van velünk. És hát szenzációs volt az ő közvetítése. Gólöröm Ági módra, tessék! Hajrá! Hajrá, Messi! Messi passzolja a labdát bal oldalra, onnan átadja a Rissónak, Rissó visszapassza Neymarnak, aztán ismét Messi, és végül Rissó elé kerül a labda bal oldalról, és egy élet helyes labdát lő. Gól! Gól! Drága abbaházi gyerekek, sok szeretettel. Hát sok szeretettel nektek, csak oldva a Demcsákos témát. Jó? Így fognak Róma a te góljaidnak is örülni, ha majd felkerülsz az ifibe. Ja, Istenem, Istenem. Hát nagyon, nagyon szeretjük. Na jó van.
Ez egy érdekes téma lehet egyébként, hogy kik kiviteleznek celebekkel. Nem? Írjátok már meg nekünk. A múltkor végeztünk egy ilyen oknyomozást, amikor ugye arra kértünk benneteket, hogy írjátok meg nekünk, hogy milyen hírességet láttatok. Úgy nem illuminált állapotban, csak ilyen. Olyankor, amikor nem biztos, hogy ők akarták, hogy lássuk őket, nagyon helyes SMS-ek jöttek, aztán ugye a bulvár sajtó is átvett egy-két dolgot. De amikor ti kiviteleztetek celebbel, azt írjátok meg nekünk, hogy rendőrök voltatok és elengedték Y-t. Vagy estét kívánok, kis leheny. Nem azután nyomozunk, hogy ki volt megint vállalhatatlanul részeg. Vagy beáll a henteshez, és kicsit reklamál, és ezért Cepárizsit kap. Vagy beengedtétek őket. De nem kell reklamálnia. Igen. Csak odaáll, tehát amikor ti adtatok valamit hírességnek úgy, hogy meghívtátok magatokhoz egy wellness szállodába, vagy Cepárizsit adtok neki, vagy ti vagytok, nem tudom, bíróica, hentese, és mindig szebb a párizsi, amit adtok neki. Tehát, nézzük meg, hogy vannak-e olyan hallgatóink, akik egy kicsit kivételeznek a celebekkel, de nem azért, mert a celeb kéri, hanem mert egyszerűen egy kicsit lejt feléjük a pálya. Uh-huh. Jó? Hát ha végét, ne a végét, ez a csipa urgenzből. Hát, ha tényleg van egy cipészünk, egy öngyújtó töltőnk. Persze! Tudom, lókai szakmai kérdés, hogy öngyújtó töltőnk. Egy tűzománcozónk, aki fél éves. Aki sokkal szebben tűzománcozik, nem. Itt a Dávid Ibolyának. Jó, tehát ezt írjátok meg nekünk. A lyukas kancsót adjad neki. Amikor a celeb felé kicsit lejt a pálya, de most nem a celeb oldalára, hanem a ti oldalatotról, mivel próbáltatok neki kedveskedni, mit adtatok neki, mit szólt hozzá, hogy viselkedett, küldjétek el. Jó? Egy kiló krumplit. Tényleg, zöldségesként, szállodaigazgatóként, mit tudom én. Vadó Jani, hát akkor a prostatom aztán ingyen lesz. Tadak, tudunk kerülni annak is. Hát igen. Na, ezeket írjátok meg nekünk, jó? Mi pedig jövünk a hírek után. Show, nagy tavaszi országjárás 2016. Már 7 éve minden májusban elindulunk. Miért lenne ez idén másképp? A hazai rádiózás legnagyobb sztárjai idén tavasztal is a nyakukba veszik az országot, hogy a magyar rádióhallgatók testközelből élhessék át a hamisítatlan Morning Show élményt. Tarts velünk mind az öt állomáson, burkold be a nyereményeket, és mi tejben vajban füröztünk. Szombathelyen kezdünk, aztán Székesfehérvár, aztán pedig Szeged. A sütőtökön mégis sem van! És pénteken pedig Kazincka! Lesz üvegstúdió, hatalmas nyeremények és felejthetetlen hangulat. Klassz FM Morning Show nagy tavaszi országjárás 2016. Már 7 éve a legklasszabb buli. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Hát ez mindenkit fejbevág, ez a zene. 3:48 múlt pontosan. Egy perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, hát egy jó kis gánzerót. Egyből jobb a reggel. Igen. Nem? Ugye? Főleg azokat az ex-tagokat vágja fejbe, akik nincsenek, akik kimaradtak az újraegyesülés. A lecsóztásból. Feltéve, ha ma nincs ott hallgatnak, de hát miért feltételeznénk, hogy bennünket hallgatnak, nem? És irigykedtek egy kicsit, hogy akár, hogy ők nincsenek benne. Így van. Semmi baj, Stevie, mi is megyünk, nem sokára a lecsóba. Na, gyorsan egy kérdésem, mert ugye Nemcsás úrra ügyéről beszélgettünk, és arról, hogy mikor vonják be a jogsit, mikor nem vonják be a jogsit. Egyáltalán mi történik ilyenkor? Jó, kihangsúlyozunk. Zsuzsi ittasan vezetett. Igen, egy bulvárlap szerint, tehát hogy ezt hangsúlyozzuk ki, hogy most így persze. Hát most már egy rendőrség is megerősítette, tehát most már állítólag azért ebből tényleg komoly ügy van. És ugye Feri elmondta, hogy nagy felháborodás kell, tehát hogy miért nem vették el azonnal, kivételeznek. Nem kivételeznek, ezt próbáltuk kitalálni, és arról beszélgettünk, hogy milyen az, amikor hallgatóink kivételeznek a celebekkel, és egy picit szebb dolgot adnak nekik, ha bemegy mondjuk a zöldségeshez, vagy valahova, vagy az étteremben máshogy szolgálják ki, vagy egyszerűen valamiféle kis juttatást adnak a hallgatóink celebeknek. Jött egy-két érdekes SMS egyébként. Tavaly előtt a Velencei tónál a Rákóczi Feri kérte el a gázpalackot, senki másnak nem adtuk volna oda, még jön egy pálinkával. Van a gázpalackom, jó? Van. Igen, azóta. Ja, nem vittem vissza, bocs, látszok, viszem. Kávézóban dolgozom, betért hozzánk Németh Kristóf, a főnököm azonnal tüsténkedett, aztán odadta neki a szendvicset, és azt mondta, jó étvágyat, Géza. Amit nem akarsz hallani. Igen, hogy szerethetik ezt. A Bereckinek ajánlottam, és adtam el egy rosszabb minőségű mosógépet, mint amit keresett. Jó voltam, Balik, aztán ügyes voltam? Jó. Megdicsérünk. Istenem, Budapesten dolgoztam rendőrként 2011-ben. Hajdú Peti vezetés közben használtam mobiát, megállítottam, és kivételesen a max büntetést kapta, írta nekünk egy hallgató Kaján örömmel. Olasz delikátezben dolgoztam, árultunk olasz töpörtűt, egyszer az Emilio bejött, és kostolásból bevert egy kidót.
Elcsipegetek. Mutasd már az ízét. Még nem döntöttem. Mikor EFOT volt, Miskolc Tapolcán Dévényi Tibi bácsi kinyitottak a Lidlben egy kasszát. Nem viccel az öreg. Hát, de most ez miért baj? Kicsit kedvezményezzünk vele, persze, nincs ezzel baj. Meg lekési a fellépést. Hogyha nem ér, érted. Hát, érted. Az meg a másik. Igen, igen. Mások labdával. Igen. 6 éve elengedtem MC Dakit a kollégám unszolására. 200 méterre volt a lakása, valószínű, hogy vezetés. Vezetés közben egyébként. Sokan hiszik azt azért, hogy azért mi mindenből egy kicsit szebbet meg jobbat kapunk, de azért ez nem így van. Hát nem mindig, azért van egy pár hely. Van egy pár hely, amikor egy picit lejt a pálya. Igen. Viszont azt sose felejtsétek el, hogy van olyan, aki nyilvánvalóan utál, ott meg pont az ellenkezőjét kapod. Ugye? Hogy azért az elmúlt évek van liasodói? Ugye mennyi minden megettünk, mi már? Én is mindig erre gondolom. Hozom már, finom lesz. Nem tudtuk megalapítani a bőrgyógyászat, hogy ez a sok csúnya ekcéma mitől jön elő. És mindig csak nyáron. Közlekedés hírek gyorsan, kis tartsa, M0-ás körbe, érdig jól járható, erős kamionos forgalom. Szélvédős Feri küldte nekünk Hungária híd felé, a Fradi pályánál a kereszteződésben koccanás, ez valószínűleg a Rákóczi Feri híd felé van, úgyhogy dugóra számítsatok. Minyok küldte nekünk. Mi pedig játszunk a kérdés, mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Ülész hevére faszír. Hozzájállat, élet a szívronom. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Jaj, gyerekek. Halló! Sziasztok, Kata vagyok. Szia, Kata. Jó reggelt. Hello, Kata. Honnan hívtál minket, Kata? Budapestről. És mivel foglalkozol? Egy nagyvállalat pénzügyi osztályán dolgozom. Úgyhogy pénzt költök egész nap. Az menő. Az jó. Menő. Ugye? Jól hangzik. Szereted? Egy kicsit monoton, de összességében igen. Uh-huh. Monoton egy kicsit, azt mondod. Hát igen, nem túl változatos. Dobjuk fel akkor egy jó kis játékot. Már dolgozol egyébként, vagy még otthon? Igen, mert benn vagyok, én korán kezdek reggel. Hánykor? Nem olyan korán, mint ti, 7-kor. Akkor viszont előbb végzel, nem? Már 3-4 körül? A 3-4, igen. 7-től 3-4-ig? A mindenit. Azért az kemény. Az kemény. Hát majdnem olyan jó, mint a 6-10-ig. Hát azért ebből a szempontból egy kis egyszerű. Ugye nekünk se 6-kor indul a nap, 4 körül, de igen, 10-kor az ember. 10-kor az ember végez. Meg a te arcodon nem látszik. Az meg a másik. Igen. Itt már 3 kripli ül. Az egyik a maltát vágtak a fejbe, a másik nem tudja emelni a bal kezét, annyira fáj. Oda vagyunk. Igen, most még Feri van. Múmia. Feri van a legjobban, igen. Nehéz ez a rádióztak ma. Nehéz, igen. Na figyelj ide, van egy városunk, és van egy híres emberünk, igen. Nem tudom, mennyire. Legyen éves. Akkor a város. Legyen a város, jó. Indítjuk az órát, jó? Fél percet, okay. Azt mondja, így szól. Iknisle. Hát ez könnyű. Nagyon könnyű. Helsinki. Az bizony. Hogy belejöttek a játékosaink azért? Mindenki tarol. Lehet, hogy már egy picit tudunk nehezíteni a következő fordulóban. Helsinki. Nem, ez itt tökéletes, nem kell. Sugott valaki, jól hallottam? Igen, a kolléganőm közben megjött, ő nagyon jó ebbe, és ő sugott nekem. Hallottam, igen, elkaptam, hogy valaki. Valaki. Én már annyira izgultam, hogy remegett a kezem, és nem tudtam leírni. Na jól van, akkor küldjük az ajándékcsomagot. Szuper, nagyon szépen köszönöm. Köszi. Sziasztok. Hello. Mit csinálunk? Keresget, nézed. A jobb kezeddel próbáld megfogni. Nem, felfoghatod. Mit csinálsz? Nem tudom. Akna keresőző? Megmaradhatod, hogy mit csinál egyébként. 7 perc a pontosan 8 óra van friss közlekedési ide. Küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Jöhetek a legjobban. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.
8 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. Üljön le, Krisztina, csillagos ötös. Ez egy jó kis dalocska. Krisztina, ilyenbe vagytok? Hihetetlen jó. A klip is egyébként abszolút izgatos. Egy Floria Sigismondi nevű lány, csaj, nő, hölgy, művésznő rendezte, aki a Marilyn Manson-nal is dolgozott együtt. Hát, zseniális. Úgy, ahogy van egyébként. Meg ez a fajta rockerkedés, mert egy kicsit nagyon van benne gitár, ugye olyan jól áll a csajoknak, hogy ennyit azért nyugodtan be lehet vállalni, hogy ettől te még nem leszel így egy ős rocker kivarva, meg kiszegítsd. Jó, énekes. Azt mondja, hogy 47-es főúton Sárán felől Derecske irányába érkezőket mérik. Frodó küldte nekünk, mindenki vigyázzon. A Megyeri híd felől a Váci út felé a belső sávban ráfutásos baleset, két résztvevővel mentő varrendőr elment, egy sávba megy a forgalom, a Nubláson áll a sor vége. Jóska mondta nekünk, illetve pontosabban írta közben. Jóska mondta nekünk. M7-es Lepsinnél Budapest felé fekete motorháztetős kis teherautó cikázik, a felező vonal és a leállósáv között a sofőr telefont nyomkod. Laci küldte nekünk, köszönjük. Valamint M0-ás újpesti lehajtó után a felüljáró után baleset, még csak most érkeztek a mentők, üzeni Ági. Ungária a Lágymenyesi híd felé a Fradi pályánál a kereszteződésben koccanás történt, ott is dugóra kell számítani, viszont egészen jó a haladás az M3-ason, befelé nincs dugó, úgyhogy jól jövök. Ági küldte nekünk. Budai alsó rakparton remek a forgalom, valamint Debrecen köztemető 4-es főút Radar Ernő 10-es. Radar Ernő. Ákos bemondta a hírekbe, hogy Same in English. Aha. Igen. Azt nagyon, szerettem. Ez a Same in English story, hát ez óriás. Vannak történetek, amiket nagyon szeretek Magyarországon. Ez a Same in English, hát ez... Ez nagyon magyar. Ez nagyon magyar. Ez nagyon magyar, és nagyon korhű, és nagyon megmutat most jelen pillanatban mindent az állapotokról. Megkérdezz, nem lesz baj. Azt mondták, meg kell csinálni, megcsináljuk. Biztos, Józsi? Biztos. Gyere be, legyél. Azt mondták, megkérdezd meg, kirúgnak, vigyázz magad. Ez a valami jövőségek a főnököd. Oda van írva. Ő mondta, meg kell csinálni. Angolul. Na. Elképesztő. Megállapítottuk Jánosra, hogy egyre jobban kriplik vagyunk. Jönnek a történetek, János elmondta, hogy ő már pisilés után nem húzza fel a slicét. Igen. Picit tovább értem a történetben. Tovább, én nem tudom mozgatni a bal kezem, ő már nem húzza fel a slicét, te pupos vagy. Tehát, gyerekek, három rokkant emberül a stúdióban, de most már egyre durva. Erről beszélgetünk ugye két megszólás között, hogy az öregedésnek vannak bizonyos jelei. Igen. Már nálunk is. És akkor mondtam, hogy én azt nem szeretném megélni, hogy ugye nem csak a slicemet nem húzom fel, hanem nem csomagolom el a cuccot. És így jövök ki a WC-ről, ugyanis azt vettem magam észre, hogy most már többször előfordul, hogy jövök kifelé ilyen bebambulva, ilyen kifejezéstel tekintettel, és ilyen 5-10 perc múlva veszem észre, hogy a slicem nincsen felhúzva. És hogy picit félek tőle, hogy ez lesz egy következő fokozat. Amikor is. Amikor a király kobra kifelejti a fejét. Én mindig szólni fogok neked, találtam. Mi kriplik, tartsunk össze. Miért szólnál? Legyünk már. Tehát ez 4 óra 20 perc, azért szóljatok már, hogy azért nem tudok el, nem azért, mert be van állva a lábam, hanem azért, mert a térdemre van a gatyám. Ti tudjátok, hogy melyik kezeteket mire használjátok? Hogy ne tudnám? Úgy körülbelül. Ne szagold meg! Tudom még. Hát, mert te biztos arra gondoltál, hogy mivel húzom fel a redőnyt. Nem, hogy mivel nyúlok a pennámhoz. Én arra gondoltam. Ja, nem, hogy mivel koron meg a kalamár is. Nem, mert egy kicsit izgulok, hogy mi lesz. Tehát, hogy jobban fáj. Nem, az a fáj, nem tudom használni a bal kezem, és ugye vannak bizonyos folyamatok, ahol azért az egyik kezed nagyon jól jön, és a másik kezed viszont abban a folyamban nagyon ügyetlen. Jó, sutább. Azért, tehát amikor majd így a tapétát húzom, azért az nagyon csinálni, és nem emlékszem, hogy most ez hogy van. Hát nem, miért szól az embernek anyósa? Mama, olyan leszek újra, mint 6 évesen. Mama, végeztem. Jövök, Balázskám, jövök. Mama, vége. Mama, 10 perce ülök a budin. Jó, még szaggatom a nokedlit, jövök mindjárt, Balázskám, addig üljél. Szaggatom a nokedlit. Még sül a fánk. Tényleg eszembe jutott, hogy most ha nincs balkéz, akkor mi az Isten van? És utána... Jobb, újra tanulom majd, mert ugye tanulod. Azt csak egy kézzel tudod. Mm-hmm. Ott nincs mese. Tehát ott az emberek vagyunk, hát ez közös bennünk, hogy mindannyian rákuporodunk a fajancra. Nincs különbség. De hát ugye az ott egy kéz van bejárva. Egy kéz tud csak egyenes csíkot húzni, a másik az billeg. De megvan maga a mozdulat. Hát azt az másik kezen nem tudod megcsinálni. Effektíven. Nem emlékszel, hogy az hogy van. Igen, én ezekre a nehéz időkre raktam el azt a pár honvédségi alsótam. Nem. Nem akarok hallani róla. Ezért pelenkázott magad 5 éve. Így van. A terep targákkal. Szörnyű. Ez szörnyű. Na mindegy.
Jól van, ennyit magunkról. Egy nagyon érdekes foglalkozásról szeretnénk mi most egy kicsit bepillantani, hogy amolyan fókuszosan vezessen föl a következő témám. Mert hogy ugye talán észrevettétek már, hogy amikor látjuk egy-egy étel fotóját, akár egy gyors étteremben, vagy egy pékségben, vagy, vagy bárhol, ahol ételeket árulnak egy gyroszosnál, és az étel le van fotózva, akkor azt láthatod sokszor, hogy az gyönyörűen néz ki. Ez leginkább ugye a gyors éttermekben fordul elő velünk. Hogy csodálatos a hamburger, virít, a sült krumpli, isten néz ki minden, aztán amikor megkapod, akkor ugye rájössz, hogy a fotó és a kezedbe kapott hamburger sokszor nem egyezik. Az első őszinte kérdés, ami egy nyelvedről, hogy ez meg az anyám. Ez ekkora? Ez a képen nagyobb volt. És hát vannak, akik ezért felelnek, és most ezt a foglalkozást szeretnénk egy kicsit közelebb hozni hozzátok, mert hogy talán sokan nem is tudják, hogy van ilyen foglalkozás, akik egy kicsit felturbozzák filmekben, fotókon a különböző ételeket, hogy az úgy nézzen ki, hogy azt mindenki megkívánja, viszont köszönő viszonyban sincs a valósággal. Csiki Sándor, food stylist, a vendégünk, jó reggelt kívánunk! Hello! Hello, sziasztok! Jó reggelt! Hát, te már rutinos morning show-ba járó vagy. Hát igen. Ma múltkor egy bogarakat, ha jól emlékszem, azt készítettem itt nagy örömetekre. Bogarakat, így van. De finom volt az, te. Sose fogom ezt leütni. Ez, hogy valaki food stylist, ez pontosan mit jelent? Jól mondom én, hogy fotóra és különböző filmekbe kell az ételeket felturboznotok? Igen. Ha belegondolunk, akkor ezért nagyon veszekezdődött, mert amikor mondjuk egy barokk csendéletet a festő megfestett, előtte ő is azért összerendezte, hogy mi mellé kerüljön, milyen formák, milyen színek, milyen arányok legyenek. Most ugyanez történik. Én azt gondolom, hogy ha az eredeti valójában lefotóznánk azt a hamburgert, akkor az igen kevéssé lenne kecsegtető, és ki a búbánat menne be egy bárhova, és ki a fele kívánna meg. Nyilván senki nem kívánna meg. Ezért aztán az történik, hogy a fotós szépet fotóz. Most ahhoz, hogy az szép legyen, ahhoz nagyon sok mindenre oda kell figyelni, az előbb említett arányoktól, színektől, sok mindentől kezdve. Tehát arra, hogy az a megmaradjon be természetesen az, hogy az egy ilyen incsiklandozó legyen. Na most ez azok között, a körülmények között, ahogy a fotózás történik, nagy hőmérsékletű lámpák, filmezés, gondoljunk csak bele. Hát meg hosszú ideig kell álljon a kaja, ugye? Így azért van. Ez egy idő után elkezd összeszottyadni, akármit is csinálsz. Igen, ez a szottyanás, ez ami jellemzi a folyamatokat, és az a egy zöldségnél, gyümölcsnél, bárminél pontosan ugyanezzel a problémával találkozunk. Na most ezt valahogy meg kell tudni oldani, és akkor akkor jön valaki, aki ennek a technikájával, és persze az egész dolognak az esztétikájával is vélhetőleg tudatában van, ennek a tudatában van, ez mondjuk lehetek én is, és akkor van, beszélhetünk különféle kategóriákról, Balázs is említette már, más egy játékfilm, ott kevésbé az ilyen apró részletek, sokkal inkább a történeti hűség lehet érdekes, más egy reklámfilm, ami nagyon közelít a reklámfotózáshoz, azzal, hogy ott azért valami mozgás történik, és ott például az érdekes, hogy mondjuk egy ilyen nagysebességű filmfelvételnél, mondjuk egy makrózásnál, és mondjuk egy joghurtot akarunk ilyen formában. Persze, meg amelyik beleesik, mindenki ilyen látta. Az otthon soha nem csöppen úgy egyébként. Soha, persze. Igen, vagy mikor a citromkarika beleesik a sörbe, vagy az eperdarab beleesik, a gyümölcsdarab beleesik a joghurtba. Na jó, de otthon a fél se jön haza a lóval, amikor így felfröccsönnek a vízcseppek, amikor átvágtat a patakon. Hát, na igen. Most egy picit leestem az orról, hogy nem jön haza, honnan nem jön haza. Hát, igen, a fehér lóval a király. Én mindig úgy megyek. Meg a születülünk íjjal. És oda teszem, amikor például, hogyha csak egy joghurtot meg akar, tehát a joghurtot szeretnénk azt elérni, az úgy elég nehézkes lenne, tehát ezért aztán nem is joghurtot. Na nézzünk konkrétumokat. Tehát én látok egy joghurt reklámfilmet, ahol mondjuk ugye hirdetik, hogy epres joghurt. Mi a joghurt valójában? Hát lehet sok minden, de mondjuk én ha készíteném, akkor egy, ami biztos, hogy nem joghurt. Biztos, hogy nem joghurt. Biztos, hogy nem joghurt, és ennek nagyon egyszerű oka van, ugye ahhoz, hogy az a felvétel az úgy álljon elő, az például egy mágnes keverőből alulról szépen megkeverik az egész folyadékot, abba ejtik bele, ettől ütközik ugye a mondjuk az eper, a mozgásban lévő folyadéka, ettől lesznek olyan gyönyörű kis cseppek és mindenféle jól fotózható. Eper, valódi eper? Az eper az lehet valódi eper. Az valódi eper. De mi is, egy ragasztó máz, vagy mibe cseppedünk? Például az lehet keményítőből készített folyadék, hiszen olyan tulajdonságainak kell lenni, amitől egyrészt keverhető is, pluszan jól fröccsen. De jó. Te rengeteg amerikai produkcióban is dolgozol, és dolgoztál. A Matt Damonnal is dolgoztál, a Mars mentő expedícióban, amit itt forgattam. Igen. Szóval
kell-e tehetővé varázsolni, vagy ott mi volt a feladat? A játékfilm azért az más, tehát ott azért ehetőt kell készíteni, hiszen azért ott vannak magas gázsért olyan sztárok, akik azért nem lenne jó, hogyha rossz véleménye lennének arról, amit én készítek, plusz nyilván egészségesnek kell lenni. Egyébként megjegyzem, hogy most már, mondjuk amit most dolgozunk, film, annál egy egész hosszú listát kaptam, hogy kinek milyen allergiája van, ezt korábban nem tapasztaltam egyébként, tehát erre is például érdemes figyelni, hogy egy adott jelenetben X szereplő, az még gluténérzékeny, vagy legalábbis azt állítja magára. Jó, de már tudjuk, hogy ott mit csináltál, vagy mi elmondtad? Igen, visszatérve az eredeti kérdésre. A humán komposzt, amikor ugye krumplit termel a marson. Igen, krumplit termel a mars, így aztán például a krumplit is készítettem neki, hát ezek nagyon egyszerűek voltak, mindig olyan nagyon impozáns dolgokat próbáltam elképzelni. Ez egyébként úgy működik, hogy van egy forgatók, ami azt, hogy nagyjából mindenki tudja. Így készülnek a filmek, hogy van egy forgatók? Jó, hogy bejöttél! Én mondtam, hogy szerettem volna megosztani, ezt a kirkot megosztani egyébként veletek is. Most abba vagy, ha van olyan jelent, ami valami étel van, az általában vázlatosan szerepel, azt ki kell bontani, hogy mégis konkrétan mi lesz, hogy lesz. Aztán vagy az lesz, vagy a rendező azt mondja, hogy teljesen más. Most erre az ember felkészül, elmegy a stúdióba, ott berendezi a maga kis helyét, felkészül arra, hogy szólnak valamikor egy váratlan pillanatban, hogy 2 percen belül legyen kész. Vagy az, amit megbeszéltünk, vagy valami teljesen más. Most a Matt Damonnál ott jellemzően, ugye a burgonya az egy ilyen fő motívum volt, jelzem, nagyon ízlett neki, úgyhogy meg is külön jöttek. De kimentél a Lehel piacra, és vettél 15 krumplit, amit elvittél, és akkor te oda tetted ebbe a milyen komposzt, humán komposzt, igen. Ebben a teljesen konkrét esetben egyébként annyira ügyeltek a történetiségnek a hitelességére, hogy abban a földben külön termesztettek burgonyát, amely földet egyébként bevittek a stúdióba, és amit a filmben, mint díszletet is lehet látni. Tehát ez minden, ilyen egészen szinte elképesztő precizitással találkozhatunk egyébként ezekben a filmekben, mint mondom ebben az esetben, és akkor ott már hónapokkal előtte elmentek a megfelelő szakemberek, a burgonyát elpedig, nyilván kellett a növény is, ami a filmben szerepel, és akkor abból a burgonyából készítettem én, ugyanaz a vörösföld, minden passzolt úgy, ahogy volt, amellett rengeteg tojásrántottát készítettem egyébként, az egyébként mondták az egyik... De ez a filmben, vagy külön? Ebben a filmben, az nagyon volt, és ugye mondta egyik skót egyébként úriember, akivel kapcsolatban voltam benne a stúdióban, hogy azt mondja, a Ridley Scottnál ott, ha nincs kaja, nincs film. Tehát nagyjából úgy hála Istennek, nagyon hálás volt, mert nála nagyon sok étel volt, ebből viszonylag kevés került bele a végső filmbe, nem nagyon lett belevágva. Ugye mondta, hogy a korábbi filmében a Robin Hoodban is ott is áldva ettek, és akkor ez nagyon... Igen, az mit jelent, hogy korhű legyen egy kaja? Tehát például, mondjuk középkori kaját kell az asztalra varázsolnod, akkor hogy lesz az korhű? Hát az nagyon egyszerűen úgy, hogy... Nyilván nem sajtburger hát ez egy irodalmazás jelent. Tehát ilyen esetben azért ez túlmutat a bűvészkedésen, amit mondjuk egy ilyen McDonald's-on látunk, hiszen egy irodalmazni kell. Itt most készítettem egyébként shipbiszkiteket egy jelenlegi produkciónál, amit a BBC vagy valami hasonló, amit egyébként innen vittek el az én lakásomról Spanyolországba, ahol a hajóra felvitték, és ott tették a matrózok. Na most ezeket a konkrétan egy 17. század elejei receptek alapján készítettem. Uh-huh. Most hasonló... Azért ez nincs benne a Horváth Roziban. Tehát nincs utána kell keresni. A bővítetbe tervezték, de aztán nem jutott be. 17. századi kis süti recepteket azért kellene. Limbiszkit, nézzük. Ezekről azért tudni lehet, hogy azért ugye mindig nosztalgikusan gondolunk a múlt, hogy állj, bezzeg, akkor milyen jókat ettek. Na most nem ettek jókat, úgyhogy ez is például egészen katasztrofális ez a sütemény, eredeti valójában. Úgy fogyasztható csak kell, hogyha belemártogatjuk levesbe, vagy valami teába, na akkor kellően puhává válik ahhoz, hogy szerencsétlenek ne halljanak bele. Most hoztam egyébként egy ehetőfő, hát hoztam egy-két dolgot, amit... Hoztál ehetőföldet? Nem néz ki jól. Igen. Az volt a feladatod, hogy varázsoljál ehetőföldet a sztár kezében? Ez egy a május közepén lévő forgatáshoz lesz, ugyanebben a filmben, tehát a 17. század elején Amerikában játszódik, ahol óriás az éhínség, ez a Halloween környéki sztori, és
És hát mit ennének szerencsétleg? Hát föld az volt, tehát alattuk rengeteg, úgyhogy földet esznek. És ilyenkor ugye... te konzultálhatsz azt arra, hogy figyelj, oké, hogy elhető földet kened, mit tennél valójában, vagy nem érdekes, te megcsinálod, és azt ő megeszi. Vagy ilyenkor oda jönnek, hogyha egy viszkis jelenetben ő viszkit inna, de teát, akkor ne tegyél citromos teát, csak nem tudom, barackosat, mert azt akar inni, vagy ilyenkor szabad kezed van. Hát ugye ez változó, meg producer, tehát sok, de filmtől változó. Persze van, ahol szabad kezet adnak, van, ahol egészen konkrétan megmondják, ezt akarjuk, kész, vége. Van, ahol konzultációk előzik, meg van, ahol csak a megrendelés. Megrendelés. Most ebben az esetben ugye ebből majd lesz egy ilyen 3-4-5 vödörnyi föld annak idején, most így 2-3 hét múlva, és ugye itt ez egy konkrét föld. Tehát ez nem a föld, ugye, mint bolygó, hanem ez ugye ez a vértes acsai. Miből csinál? Tehát úgy kell, hogy kinézni a sztár belemarkol, és eszi a földet, vagy a szereplő, mert léhes. Miből van valójában az ehető föld? Mit csináltál? Hát jó. Hát ugye a legkézenfekvőbb módon ez azért kenyérből készül. Ja. Ez ugye akkor bonyolódik, hogyha az említett gluténallergia, erre rákérdeztem, igen, hogy ez most van, nincs, igen, és itt tovább. Mert akkor... Sohan, ajjaj, basszus, nyomokban mondjuk a tartalmat. Igen. És ott lőttek ki a világűrbe, egész filmezés. Igen, most azért ízesített, tehát ezt nem ízesítettem, de azt, ami majd készül, azt valóban ízesítem, egy kicsit azért próbálom mit cukrozni mégis, hogy de azért az se lehet, hogy a nagyon jó legyen, mert azért gondoljuk bele, lehajol a főszereplő, igen, elkezd jönni a földet, majd széles mosollyal visz haza a családjának is, azért ezt nem kéne, tehát inkább ez a jobbik, hogy azért olyan semlegesen azért ne legyen annyira jó. A színét azt mi adja? Hát itt az esetben ételfesték, igen, ételfesték, de egyébként majd az eredetiben ott tintahaltinta lesz. Tintahaltintával fested meg a... Igen, igen. Ez egy általánosan elfogadott dolog az éttermek világában, amikor mondjuk itt... Fekete tészta például. Így van, meg a risotto, gondoljunk bele, ez a szegény emberek étele volt, mit tudom, mediterráneumban, tészták, risottók. Mit csináltál Anthony Hopkinszal, vagy Donald Sutherlandben, mert velük is dolgoztál? Igen, hát vele nagyon, tehát abban a filmben nagyon sokat, különféle helyszíneken, ott egy ilyen időszeretesünk szerint 140-ben játszódó, Britanniában játszódó római légiós történetről beszélünk, és ott tényleg szerepe volt, és fontos volt az, hogy valóban korhű dolgok legyenek, és valóban olyan ételek szerepének, így aztán az egy elég hosszas irodalmazást, tehát Apiciustól meg korabeli receptek alapján készítettem ételeket. Hogy csinálják meg a jégkockát, vagy a sörhabot például? Ugye, hát amikor különböző söröket látok, ilyen sörrek, nem csak gondolkozom, hogy atya Isten, a poháron hogy csillan az a kis csepp víz, hogy milyen habja van, hát valódi, nyilván nem valódi sörhabról van, szóval csak egy-két konkrétumot is említsünk, mert eddig viszonylag kevés konkrétum hangzott el. Tehát mi a hab például? A sörhab az általában két dologgal szokás helyettesíteni, mert hogy az eredeti az elég hamar összeesne, pláne azon a hőmérsékleten függetlenül attól, hogy egy kis stabilizátorokat általában tartalmaz. Ez a két dolog, az vagy a borotva hab. Borotva habot tesztek, tényleg? Hát, igen, tehát amikor jó íz, hát azért nyilván, aki amikor már fogyasztják, akkor már véletlenül nem azt hiszák, sőt nem azt hiszák. Nyilván. És a másik lehetőség egyébként a tojáshab, amivel még mindig lehet valamit kezdeni, ami pedig a cseppeket illeti különféle méretűek ugye lehetnek, azt ugye spré, tehát ráfújja az ember, és az víz és glicerin keveréke. Az esetek túlnyomó többségében ezzel, de hát ez a világon mindenütt így készül. Persze érdekes, hogy te azt hiszed, hogy valójában egy pohár sör közelről, és közön borotva hab és glicerines víz keverék maga, ami megadja a kis gyöngyöző habot, ami ott folyik le, vagy cseppet. Igen, hoztam egyébként fagylaltot is. A fagylaltnál pont ugye az a probléma, hiszen ugye jég. Elolvad, hát azt ott be hát kell világítanotok egy műteremben, elolvad. Mit tesztek helyette? Ugye hát a két dolog szokott volt előfordulni, az egyik a krumplipüré. Krumpli festve. Én most egy ilyen nem túl míves vagy itt hoztam, de ez most akkor nem kézmíves, de... Sárga barack, ugye, azt mondanád, hogy barack fagyi. Igen, ez egy barack fagyi, már pedig, hogyha rákerül ugye a tölcsére, akkor a dolog, akkor az agynak eszébe nem jutna másra gondolni, mint fagylaltra. Igaz? Tehát akkor mondjuk, de... Igen, persze. Ezt lehet tovább tuningolni, hiszen amikor ezt már ráraktuk a fagylaltölcsére, és ott van megszólalásig hasonló krumplipüréből, vagy pedig, és akkor megint előjöhet a
keményítő, keményítőből is lehet készíteni, akkor még utána lehet belerakni kis gyümölcs darabokat, majd pedig készítünk egy csokoládi öntjátot, ami persze megint csak nem csokolád, ez tegnap készült, úgyhogy ha most lenne a forgatás, most készíteném, de most, hogyha ha a csokoládi öntet, az ugyancsak keményítő, amit megint megfestünk, ételfestünk, és akkor egy, tehát a lényeg az, hogy pont olyan sűrűségű azután legyen, pont olyan színű legyen, és ha abban a asszociációs környezetben fordul elő, akkor ember nem gondolja, hogy az nem az. Amikor pohár törik, vagy valaki porrát teszik, az tényleg cukorból készül? Én azt hallottam, hogy sima cukorból csináljátok. Igen, meg. Mint hogy a filmekben az üvegek, amit kiesnek az emberek. Az mind cukor? Az cukor. Tényleg? Igen. De mivel tartjátok össze a cukrot? Tehát cukor és víz, és az egy ilyen üvegszerű valamit hoz létre? Igen. Ez a lényeg. Csak ha elmondanád, meg kéne, hogy jöjjön. Igen. Itt van. És én dolgozom, én akkor is kiszedek belőled valami konkrétumot. Én komolyan addig megyek, amíg nem hallok valamit. Balázs kilocsont agyát miből csinálnád meg, hogyha... Hogy... Na nézd meg, van ezt egy szerintem. Anthony Hopkins. Ami a jeget illeti... Az nagyon jól néz ki. Ami a jeget illeti, az ugye... A jégkockára gondolsz? Jégkockára, igen. Jégkockára, vagy jégkására, vagy bármire. Mondjuk a legegyszerűbb ezek a polisztirolok, amiket azért lehet kapni, de azért nem igazán profi, hogyha az ember akkor vannak olyan ilyen zselék, amelyek egészen gumiszerűek tudnak lenni, jól faraghatók, vághatók, és abból már például egészen jó jégkását is lehet készíteni, mert szépen összemorzsolja valaminek az aljára. Most egy koktélt készítünk, hát ott sincs jég. Hozzáteszem, ugye az a mókás és az érdekes, hogy az igazi nem tud annyira igazi lenni, mint a mű. Tehát hogyha gondoljuk a jégkockára, beletesszük, ráöntjük az akármit, tehát elkezd mindenféle olvadás, az élek mások lesznek, sok minden, és az egész, hogyha egymást mellé rakunk két-kettő ilyet, és megkérdezik, hogy na melyik az igazi jégkocka, és akkor egész, hát most itt majdnem biztos vagyok, hogy 100-ból 100-an azt mondják rá, hogy a mű az igazi, mert az a tudatunkban élő, az artipusa ennek az egész jégkockának az a műben testesül meg, és nem pedig az igaziban. És én reklamálhatok a gyors étterem, hogy nem úgy néz ki a hamburgerem sokszor? Igen, szépen. Aztán kérdezik, hogy aztán az egész. Tessék, én leszek Michael Douglas. Ott hagyhatod az autódat. 10 óra, 10 perckor már nem kapok reggeli. Mi azt találkozunk a mólon? Úgy néz ki, mint a fotón. Egyébként a múltkor volt egy reklámfilm, ahol az egy pizzás volt, minden különféle műveleteket végeztünk, gyönyörű volt, legalábbis remélem, és mert nem láttam, de a végét, nem, a végét, a végét, a forgatás végére, hagytam a fenébe. Leadtam a számlát, aztán eljöttem, remélem jól nézett ki. De tényleg nagyon szépen megcsináltam a végén és a pizzát, és akkor jött a tulaj, és mondta, hogy hát nem, azért ezt nem kéne, hát mi nem, azért nem ilyeneket csinálunk. Tehát, a tulaj beismerte, hogy túl szép lesz a pizza. Igen, egy prospektussal, vagy egy étlapra valahova? Hát ez egy reklámfilm volt, amit aztán mozik előtt meg így vetítek, és akkor legnagyobb megdöbben, és akkor végül a saját, ők maguk, tehát lebutították a pizzát. A folyamatokat, ugye az végig az, amit én csináltam, majd megcsináltam egy nagyon szép pizzát, és aztán mondták, hogy nem, kösz, hát ezért nem akarjuk, ennyire mi nem, és akkor ez válasz arra, amit te is mondtál, hogy mit csinálunk. Sajnkám, hova tényleg, ez túl szépen, ezért perelni fognak. Pedig az üzletvezető gyorsan kreált valamit, ami, hát jó, oké. De egyébként oda teszem például egy ilyen pizzánál, mondjuk, hogy rajta van a kukorica. Tehát ez más dolog, ha ránézzünk így most, akkor azt mondom, milyen jól néz ki, de az közelibe. Az a kukoricaszem az egyik például lehet, hogy már fél centíva odébb kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy jól legyen. Fölcsigázott. Egyet kiszúrtam. Ki az a rodolfo? Na most ugyanez igaz egyébként a fotózásnál is, amikor ugye a fotósok azt mondják, hogy na majd Photoshop, el fogom én ezt tüntetni. Na most nem mindig tüntetik azokat a kis pöttyöket, ugye hát Feri, te is tudod, az a tányérokon, ott Feri, van szélen. Feri, te is tudod, hogy csaltok az étterembe, Feri, ezt te is tudod. Mi 20 dekát ígértek, de csak 16-ot tesznek a tányérokon. Feri, te is tudod, hogy mennyi bűvészkedtek a konyhába, hogy valahogy kinézzen az a kajába. A gépsonkába. Úgyhogy nagyon rosszul tud az kinézni, úgyhogy azért mondom, tehát ilyenekre, tehát erre kell, hogy szeme legyen az embernek. Akkor nyilván olyanokra, hogy a térben hogyan mutat, és akkor jönnek a különféle állványrendszerek. Hát most itt ez nagyon nagy képen megidézőjelbe téve az állványrendszert, de akkor jönnek a fogpiszkálók, kis alátámasztás, papírral, ezzel, azzal, amazzal. Szóval csaltok. Jó hallani azért, hogy valakinek ez a szakmája. Egy telitál nyilván nincs tele, hát most mondjuk egy telitál helyett inkább azért, hogyha nagy mélytányérről, vagy bármilyen tárról beszélünk, akkor azért sokkal energia, meg anyagtakarékosabb, hogyha alatta ott mondjuk a Pravda, vagy a bármely. Valami kulság, most a pizzánál például a pizza szelet, ugye
azért az a pizza, amit úgy látunk, és úgy kiemeli a bájos hölgy, és úgy nem... És mi a sajt? Ez nyúlik a sajt, igen. Hát azért meg gőzölöm, és sok minden... Na most azért azzal egy olyan 2-3 órát azért el lehet bűvészkedni, mire az tényleg olyan lesz, és ugye az általában úgy történik, hogy szépen ott előbb kivágásra kerül az a kis körcikkely, ami mint az a pizza szelet, akkor még rámegy azért sajt, akkor nyilván nem kerül vissza a kemencébe, akkor vannak mindenféle ilyen melegítő. Jó, de mit történik egy kiszeltűnben naptárfotózáson? hogy minden szőrszál arra álljon a mereke? Hogy támasztjátok meg a melleket? Nincs az a push-up, ami megtartsa azokat a melleket. És hogy le van-e szedálva az a férfi modell, aki ott áll mellett? Mivel zsaroljátok a férfi modellt, hogy ő legyen kiszeltűn, de ügyeletes barátja. Erre a gyerekeik? Sándor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Izgalmas szakma ez a tiéd. Tetszik, hogy szereted. Úgy tűnik. Van benned lendület. Köszönjük szépen. Csíki Sándor foodstylisttel beszélgetünk. 9:05 jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 múlt pontosan 3 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. És nem sokára a gólöröm játékunkra fordulunk rá. Elmondjuk, hogy mi a tét. A tét az, hogy együtt ott legyünk, ugye Barcelonában, egy Barca meccsen októberben, mert hogy a Barca egyik főszponzora kivisz bennünket, és a heti játékunk egyik nyertesét. Igen, de a tét szót egyébként szokták a kockázat szinonimájaként is használni. Egyes esetekben. Így van. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól mondott. Bármire is akartál ezzel gondolni, mert nem értettem. Hogy az a részünkre van kockázat a keddi játékossal kapcsolatosan. Bizonyám. Nem baj, te sérted. Bizonyám, és még bárki benevezhet. Bárki benevezhet, hát... Nem egyszerű. Nem egyszerű lenyomni a jelölteket, főleg ugye a kedi jelölteket. Magasan van a léc, magasan jött már ritka a levegő, oxigénhiányosak lesznek, de próbáljátok meg, mert hogy pénteken szavaznak majd a hallgatók arról, hogy kinek a produkciója tetszett a leginkább. Ugye nincs más feladatotok, mint hogy megválaszoltok egy kérdést, amit János nem sokára elmond. Természetesen én elmondom. És erre a kérdés, aki helyesen válaszol, azok közül valakit visszahívunk, kap egy kis foci atmoszférát, neki pedig a Barcelona játékosai kiválasztása után az a feladat, hogy eljátszon egy kapuratörést, ami ből a végén gólöröm lesz. Volt már jelöltünk hétfőn, kedden, szerdán, mind a három egyébként nagyon más utat képviseltek. Ugye Ramin volt velünk, Ági volt velünk, Áron játszott tegnap, ők hárman, mindenki teljesen máshogy kommentálta a gólt, és hát itt tényleg egy új sportkommentátort keresünk. Hazánk legfényesebben ragyogó sportkommentátorát. Hát Áron meghozta a szakértelmet. Igen, Áron nagyon meg jó. A lendületet is. Kedden Ági megmutatta, hogy ne, de közben Ági ezzel sztárrá vált. Csiszolatlan gyémánt. Ő egy csiszolatlan gyémánt volt, így van, megmutatjuk majd természetesen. Hétfőn pedig ugye Rami nyitott, Raminál elmaradt a gólőröm, mert a kutyákhoz átpattant a labda. És ez egyszer megölte a gólőröm. A szomszéd kiengedte. A szomszéd kiengedte a kutyákat, és Raminál nem volt gólőröm. De hát, amiről a játék szól, az nem jelen meg. És hát ugye ott van a sokat emlegetett kedvi játékos. Mindenki mást élvez a játékban, Ramin inkább a passzolgatást élvezte. Tehát hogy az a része, amíg a kapuig elkerül a labda, utána már nem is nagyon élvezte, hogy mit történik. Igen, ott elmaradt a gólőröm. És hát ti fogjátok majd eldönteni, drága hallgatók, hogy kinek a gólőröme tetszett leginkább. Ne felejtsétek el, mi vele utazunk Barcelonába. Így van. Mondom még egyszer, mi vele utazunk Barcelonába, és nem csak a meccsen leszünk, hanem 3 napot töltünk el vele. Ha az értitek, összes mire elbukott fekete-fehér igen nemet most fogják megtorolni rajtunk. Minden. Ezt opaszol, mert szól. Én nem szeretem az ilyen bonyolult dolgokat, de biztos el fogom bukkoltatni. Nekem mindig jobb kedvem lesz ettől, ha meghallgatom. Na, hogy szól a kérdés, Jánsuá? Azt mondja, hogy milyen nemzetiségű volt az FC Barcelona alapítója? Jézus már. Ezt tudni kell, srácok. Tudni Jézus kell ma. Egy Barca drukkernek, ezt tudni kell. Jézus már. Köszönjük, János, szép kérdés. Internet. De messzopaszolt Cicónak ott is? Ott játszott Messzó, amikor megalapították, nem? Igen. Jó régen történt már, és nem kézenfekvő, nem nyilvánvaló a válasz. Tehát milyen nemzetiségű volt az FC Barcelona alapítója? Ezt küldjetek el nekünk SMS-ben. Jó? Nem kell meggyőzni arról, hogy kiváló sportkommentátorok vagy, hogy miért benneteket hívünk vissza. Csak egy jó válasz. Gyorsan töltsétek le az internetről, keresetek rá, és írjátok meg nekünk. A következő órában gólöröm játékunk jön, tehát ez a beugró kérdés. És lesz 3-as ugrás is, mutatjuk, hogy mi a beugró, figyeljetek. Ez a beugró 3-as ugráshoz.
Két ilyen dobütésből lehet, persze. Több mindenki található. Szerintem több mindenki található. Így van. Mikor van az októberi meccs? Azt tudjuk, hogy pontosan mikor megyünk. Uh-huh. Egyébként minden héten játszik fordulót, ugye a Barca. November vége után. November vége után. Nem, hát hiszen az október. Fogalmam sincs magyarul. Mi van november végén? November vége után van október. Mindegy, vagy... Nem, október. Vagy október vége után van november. Úgy jó. Most ültünk vissza a lóra, amire jöttem el. Kicsit leterítettél minket. Ha november vége után megyünk, akkor már nem biztos. Hát ugye, ha hetente játszik, és egyszer idegenben, egyszer otthon, akkor összesen két októberi dátumunk lehet, amikor is ugye megyünk. Értitek? Igen. Hiszen négy hétvége van. Meg kell nézni, mikor játszik, és akkor tudni fogjuk. Egyébként nekem tök mindegy, hogy ki kivel játszik. Mármint, ki az ellenfél. Mert hogy a lényeg úgyis az, hogy ott lesz 90 ezer ember, meg ott lesz az atmoszféra, meg ott lesz a városnézés. Meg ott lesz meg azok a... Igen, meg ott leszek kint a külvárosban, és egyedül boglászok inkább az utcán. Na, drága hallgatók. Hamarosan meghallgatjuk az összes jelöltet, és meghallgatjuk az új jelentkezőnket, aki ugye hát... Reméljük, hogy elkápráztat bennünket. Jó, úgyhogy küldjetek a jó megfejtéseket, a kérdés nem könnyű, nézzetek utána az interneten, mi pedig jövünk Ákos hírei után a játékkal és hármasugrással. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 9 óra múlt 12 perce, jó reggelt kívánunk minden morning show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon, és hát ahogy szoktuk mondani, most ugrik a májom a vízbe, mert hogy gólöröm játékunkhoz érkeztünk, pillanatokon belül egy újabb jelöltet ismerhet meg az ország, és hát utána csak egy kérdés lesz mindenki fejében. Ki az a Gundel Takács Gábor? Ki az a Hajdugé? Ki az a Vitrai? Nem lesz. Ilyen kérdés nem lesz, mert már elfelejtik ezeket a neveket. Igen, már csak az újakra koncentrál. A múltra már senki nem figyel, mindenki a jelenbe pillant és a jövőbe néz, hogy vajon kivel utazunk Barcelonába. Gyorsan előtt egy-két közlekedési hír, ami talán fontos lehet, motoros baleset a Keresztúri út is párnál, vigyázzon mindenki. Aztán van egy kamionos balesetünk Vácról északra a kettesen a Szerpentinen. A kamion a szakadékban van. Te jó Isten, most mennek a szervek. Úristen. Leányfalu áll Szentendre közepéig Pest felé a feltúrt út miatt kb. 20 perc, kivéve ha szül az asszony a luxusautó hátsó ülésén, mert akkor elhúzhat az állósor mellett. Bátony Terenyes Algótarján felé buszmegállóval szemben mérnek a rendőrök, vigyázatok. Solymár, egészségedre. Budapest közötti körforgalom elején áll a sor, lépésbe halad, szép napot nektek, küldte Andi. Debrecen köztemető 4-es főút radar Ernő 10-es írta ezt nekünk, valamint a 47-es főúton Sáránt felől Derecske irányába érkezőket mérik, Frodo üzeni. Megyeri híd felől a Váci út felé a belső sávban ráfutásos baleset két résztvevővel, mentő 5 van, rendőr elment, egy sávon már jár a forgalom, de hatalmas dugó van. És azt nézem még, hogy a Rákóczi híd felé a Lurti háznál a belső sávban egy műszaki hívás autó áll, ott is nagy dugóra lehet számítani. Jó. Na, jobb? Nem. És akkor kinek szólsz? Meg vagyok ijedve. Most rád jön valami. Meg vagyok ijedve. Hívjuk Frabátot, csináljon valamit a bal vállammal. Ez mennyi alatt múlik el egy ilyen kettőben? 6-4 év. Rohadjatok! Tényleg, 6-7 a minimum a húzódásnál. 6-7, igen? Igen. Ha vigyázol rá, pihenteted és kenyed valamivel, banánnal mondjuk, mert most az van nálad, de nem tudom, valami kell rá. Pihentetni kell. Igen? Bár volt egy csomó gyógymasszőr, aki már jelentkezett, de fene tudja. Ugye azért vigyázni kell, nem ment. Miért adnak az ember kezébe kettőbelt az első crossfit edzésen, de tényleg? Miért nem kimélik az embert, János? Mondd meg nekem. Te, aki értesz ehhez. Hát mi ez a? Hát én csak 20-szor mondtam, mit a másik. 20-szor mondtad, hogy ne fogd meg a kettlebellt. Egy strong first edző kell ehhez, aki tanulja azt, hogy kell a kettlebellel bánni, nem pedig olyan, aki elmé sportbólba megveszi, aztán azt mondja, hogy akkor ő a fitness edző. Nem, egyébként az edző kiváló volt, csak picit erőszakosan erőltette ezt a kettlebellt. Leggest! Lehet, hogy látta rajtad, hogy te meg tudod csinálni. Akarom én ezt a dolgot. Juliska! Ott még nem éreztem. Hát én ezt tegnap este már annál inkább. Észre kell ezt. M3-as befelé a Kármánházi pihenőnél mérnek a felhajtóról, ezt Karaj küldte nekünk, úgyhogy ott is vigyázzatok. Na! Felkészültünk akkor? Mi,
kaptál SMS-t? Jaj, rád akartam mutatni. Csak nem. Kaptál SMS-t az októberi Barca-meccsel kapcsolatban, ami szaki kollégád vagy haverod írt, hogy igen, tudjuk már a meccset szépen, októberben? Emil barátunk írt, még nincs menetrend a következő bajnoki idényre, ezt írja, augusztus elején lesz, de ha hét közben megyünk, akkor BL meccsre is mehetünk. Nem, ez egy barcelonai hétvégéről szól ez a játék, tehát akkor ez valószínűleg sima spanyol forduló. Jó lesz ez nekünk. Tavaly Rayo Vallecanóval játszottak egyébként. 17. volt a tabellán, akkor az ellenfelük 5-2. De a hangát, minél több gól lesz. Minél több gól, annál nagyobb gól öröm, és annál nagyobb öröm nekünk is egyébként. Jó lesz, az biztos, hogy jó lesz. Így van. Menő, de te úgyis kolbászolsz valahol, ülsz a Güell Parkban, és kiáltozol, hogy srácok, igen, a Sagrada Familia tetején üldögélsz. Á, gyerekek, az biztos, hogy nagy élmény lesz. Na, jöjjenek akkor először a jelöltek, jó? Megmutatjuk Ramint, Ágit és ugye Áront, ők eddig hárman, akik versenyben vannak. Pénteken egy kicsit korábban játszunk majd, figyeljen mindenki, nem 9 után, hanem 8 után fogjuk lejátszani a játékot holnap, hogy aztán 2 óra alatt legyen időtök, lehetőségetek szavazni, hogy ti kit küldenétek el Barcelonába, szerintetek ki volt a legjobb sportkommentátor. Mutatjuk akkor először a hétfőnket, ugye Ramin volt, Ramin nagyon lelkesen indult, igen, aztán hát valami történt, és elmaradt a gólöröm, ugye? Igen. De az SMS-e is nagyon jó, igen, volt, ugye nagyon, igen, magabiztosat írt nekünk, azt már ugye később derült ki, mert nem az alapján választottuk, de később derült ki, elindította a közvetítés, és a végén, hogy a labda elpattant valaha. Ott valahogy tényleg átpattant a labda a kutyákhoz, a kutyák megszólaltak, és ez elmaradt a gólöröm. Pont amikor vártuk volna, hogy jöjjön. Valljuk be őszintén, hogy az elsőnek mindig nagyon nehéz. Igen. Az utána következők már mind tudnak valamihez viszonyítani. Az elsőnek mindig kutya kemény dolga, akkor szó szerint. Kutya kemény dolga. Ezen mutatjuk az elsőt. Ő volt Ramin, ugye a hétfői versenyzőnk. A labda Suáreznél. Suárez megcsinál egy esernyőtölt. Átadja Messinek. Messi viszi. Elviszi balra Cristiano Ronaldo mellett. Cristiano Ronaldo elhasa. Ramos mellett elviszi Messi. Megcsinál még egy cselt. Odaadja a labdát Neymarnak. Neymar viszi. Neymar megcsinál egy cselt. Neymar megcsinál még egy bicikli cselt. És Neymar bevarja a felső sarokba. A labda kapufáról pattan a gólvonal mögé. És a Real Madrid kapusa csak nézi. És kocsognak a könnyei most már lesen. Kutya? Igen. Szerintem elvitték a labdát. Átpattant a szomszédot. Ezt megállapítottuk. A Real kapusa. Pusának potyogtak könnyei, tehát nem tudjuk az eredményt, lehet, hogy ez már 15-0 volt, tehát hogy már, már nem volt, az első 10-nél még nagyon örült. Igen, kedden jött Ági, vitathatatlanul az egyik nagy kedvencünk. Ágit imádtuk. Imádtuk, szeretjük őt is, a lényét, ahogy közvetített. Ő egy tündéri nő, és hát egészen másfajta módon közvetített, de nagyon szeretjük. Azóta is nagyon szeretjük, akkor is nagyon szeretjük. Más. Ő nagyon kedves cuki nő. Igen, meg hát ő fantasztikusan bátor volt, azért valljuk be őszintén, hát, mert hogy jelentkezett, ráadásul ugye a gyermekének szerette volna megnyerni a jegyet, vagy szeretné megnyerni a jegyet, azért elzárjuk még le ezt a dolgot, úgyhogy hogy tőle fantasztikusan nagy erő, lelki erő kell, hogy erre a játékra jelentkezzen. Igen, a sok elmondta, fiatallal szembe. Amit te is mondtad, hogy a fiának. Igen, ugye? Hogy milyen asszony az egy ilyen. Anya. Egy élő adásba próbál. Ezt nem értem, nem értékeli, az egy nulla. Így nem van. Véletlen, hogy nincs például női kommentátor, hogy valahogy a férfiakat ugye könnyebben elfogadod, ahogy ott kiabálnak, hogy biztatják a, igen, csapatot. Na, megmutatjuk Ágit, ő volt ugye kedden. Hajrá, Messi passzolja a labdát bal oldalra, onnan átadja Rissónak, Risszó visszapasszolja Neymarnak, aztán ismét Messi, és végül Risszó elé kerül a labda bal oldalról, és egy élet, helyes labdát lő. Gól! Na, a végén. Ő volt, ugye, ő volt kedve, imádtam. Hát itt már volt gólöröm a végén. Ági, imádni való. Igen. Ben vagytok pedig, miért nem szoktok? Én igen, de Jani. Ben vagy, mindenki ben van. Akkor jó. Tönkretettem, ez az enyém. Most pedig égett a piros. Mondjad, hogy? Mit keszélem? Hát már elfelejtettem. Miért 8-10 perc is adásban vagy, ne aggódj. Szabad, ne feled, mindjárt bekapcsolnak. Ő hihetetlenül lelkes volt. Aranyos volt, helyes volt, nagyon szerettük. Szerettük, imádnivaló, így van. Na, meghallgatjuk a tegnapi jelentkezőnket is. Áron volt, ő egyébként egészen ügyesen hozta a gólörömöt, ugye szocializálódott már az első két játékosunkon, így szólt Áron játéka. A 95. percben járó Ronaldo végzi el a büntetőt. Ha most ez bemegy, eldöntheti a bajnoki cím sorsát.
Pedro Ortega így belefúj a sípjába, Ronaldo neki fut és kiadja! De óriási védése van ezekkel, ez is a kipakoló Piki elé kerül. Piki talált, ezt idel elveszek, de a kérből szerintek tovább Messi. Messi sebességet vált és megindul a pályas szélén. Suárez kéri és kapja és a labdát, de teszi vissza egyben Messinek. Három védő, három zámadó, Messi vezeti rá a labdát, rá osztva. Kucsi terre a kaputól, Messi jönnek még kettes és segíteni. De felé csak az ötik elő! A 96. percben megszerzi a vezetést a Barca, és ezzel megnyeri a bajnokságot, hogy ez Pedro Ortega lefújja a mérkőzést. A Real játékosok a földön fekszenek, Ronaldo halósága az okok, nem akarja elhinni, mi történt. A micsoda mérkőzés, elképesztő izgalma. Na, ő volt ugye tegnap. Okay. A közepe szerintem konkrétan spanyolul ment, mert nem értettem belőle egy szót. Jó neveket mondott egyébként, hogy Barcelona, ebbe profi persze. volt. Óriási tempóval végigvitte. Ugye, igen, tudta, hogy a mérkőzés vezetőt, akkor tudta, kihagyott helyzetet mondott. Az aljas volt a Real Druckerek. Nyilván, igen, volt egy fricska. Igen, a Real Druckereknek finoman odapirított ezzel. A Ronaldo kihagyja a 11-es. A 96. percben nagyon csúnya. De tegyük hozzá egyébként, hogy pont egy rakás Reálbas Druckertől jöttek olyan SMS-ek, hogy igen, szemét vagy rohadt, vagy igen, megjegyezzük, de hogy ettől független full profi volt az egész. Halló. Mi van? Mit nyomogattunk? Na. Aha. Halló! Halló? Hívjuk a játékosunkat. Mi történik? Ja. Na most! Mi történik a stúdióban? Kérdezem Balázs. Hát vágom magam a boxuson. Így indít. Odás. Halló! Halló, jó reggel! Ciao, morning show, szia! Jó reggelt! Szervusz, Cseti Lajon, szervusztok! Hello! Halljuk, hogy ott már többen mondják a morning showból. Hello! Oh, sziasztok, kollega telefonált csak azért. Kollega, igen, telefonált. Hello, Attila, jól mondom, ugye? Így van, sziasztok. Attila, ciao, hello, sziasztok. Hova tartotok éppen, vagy hol vagytok? Hát most úton vagyunk, megyünk Pápa felé, autóba vagyunk ketten. De ilyen lehanguló, vagy szomorúan mondtad ezt, hogy kicsit olyan lehanguló. Nem, hát izgulok, hát azért nagy a tét. Az biztos, mivel foglalkozol, vagy mit csinálsz? Hát BM alkalmazottak vagyunk. Rendőrök vagytok? Csak ennyit így, jó? Előzetesbe. Nem megyek előzetesbe. Nem, én nem akarok előzetesbe menni. Hajrá, Újpest! Hát fura is lenne, hanem az Újpest meg drukkol látok. Igen. Mondhatjátok azt, hogy hajrá, Kispest. És ti most bejelentkezhettek egyébként adásba, biztos? Persze. Nem lesz ebből baj? Nem. Szolgálatban vagytok? Szolgálatban vagytok éppen? Így van. Aha. Hát jó, a többi maradjon titok. Hova mentek, mit csináltok, hol vagytok most? Dolgozik a háromlábú, az a lényeg. Tényleg, háromlábú dolgozik? Háromlábú dolgozik, csak hogy hol is, mikor, azt nem tudom. Akkor mozgótrafi vagytok, értem. Uh-huh. Ja, de kíváncsiak vagytok. Na hát figyelj, muszáj, hát mindent akarunk tudni a hallgatóinktól. És ki van melletted, őt hogy hívják? Tamás. Hát csak a könnyebb beazonosíthatóság. Most már egészen biztos, jó. Az egyik neve meg van írva. Most már megbuktatok, igen. Na, milyen volt az első három játékos? Hát a keddi az nekem is eddig a nyerő. Ugye? A király! Csak hát reálos drukker, annyira nem örülnék neki, ha ő. De nekem is ő a kedvencem, az vitathatatlan volt. Uh-huh. Ez a messzós dolog. És ti Barca drukkerek vagytok egyébként? Hát én nagyon nagy, a kollega is talán. Ő még hajladozik. Ő még gondolkozik. Nem beszélgettek soha. Igen, ő még a Diósgyőr és a Barcelona között gondolkodik. Én reálos vagyok. Jó, te reálos vagy. Aha. Jól van, oké. Kirakom mindjárt. Aha. Jó, raki nyugodtan. Sehol egy felcsutos. Nehogy baj legyen. Na figyelj, Attila. Tudod, mi a feladat? Tudom. Hú, de meggyőző vagy. Ne, hát rákészül már rákészül. Egy Barcelona játékost, ki lesz ő? Halló, kezdhetem? Kicsit ez jól álljunk még. Ez jó lesz. Én már most szeretem. Most tudom, hogy ez is te van. Vezetsz? Attila, te vezetsz? Nem. Nem, kollega a sofőr. Ja, jó. Szóval válasz ki egy Barcelona játékost, ő ki? Messi. Jó, Messi. Uh-huh. Messi, persze. Halkítsd le a rádiót, léci, vagy ne hangosíts ki minket, mert valami nem jó. Jó, kollega mindig fel.
kosítja meg kíváncsira. Új, még a telefon. Mit hangosít fel a kolléga, a rádiót? A rádiót, hát én telefonálok, ők felhangosítja a rádiót. Hát ott ülsz mellette, hát fogja hallani, hogy milyen vagy. Hát fogja, de még ilyen maradja, hogy rádiót az van. Igen. Szállj meg és szállj ki a kocsiból. Csak nehogy elüssenek a leállóba, vigyázz. Ne, nem lehet megállni. Miért nem? Nincs a kocsi. Ja. 10 percre nem tudunk megállni, beszart a fékereket. Nagyobb fényük. Elfolyt az olajunk. Miért nem lehet megállni? Hát mert úton vagyunk a autópályán, most itt nem szívesen állnánk meg azért. Hát a nagy, persze, jó. Autópályán álljatok. Mindegy, azért tényleg halkítsátok rádiót, mondd meg a kollégának, hogy ugyanazt fogja hallani, amit egyébként a rádióban is hallani. Igen, kivéve minket nem fog. Rendben, így jó, most rá. Igen. Hallod, hogy az vagy a rádióban. A végén, amikor gólöröm van, nem tud egy kicsit szirénázni? Mondd meg, hogy a végén a gólörömnél kapcsolja be a szirénát. Hogy mindegy, olyan legyen, mint egy tűzi játék, jó? Jó, bele. Mindenképpen. Jó, de ne csak villogjon, de hangja legyen, ugye? Megy a sziréna, megy, villog. Annyira nagy a sziréna, nem halljuk, ja? Na figyelj Attila, tehát messzi. Messzi, így van. Csak olyan lassan írod a hang, és lassan jön vissza. Mi lesz? Kapura tört, szabadrugás, 11-es, ellentámadás, mit hallunk? Hát én úgy gondoltam, hogy elkezdődik a meccs, és egy gyors támadásból egy bődületes nagy gól lesz. Én így csinálom. Így látod magad előtt. Aha. Hát én ezt nagyon várom. Oké, mehetünk Attila? Menjünk, persze. Na figyelj. Oké. Jó estét kívánok, jó szurkolás. Találnak a csapatot, elkezdődik a mérkőzés. Mettől sajnos, ha nem játszott el, sérül. De itt van helyette Messi. Messi, aki gyönyörű labdaátvételt követően indítja Neymar. Két védőt kicselez Neymar, tőle 16-oson belül. Majd Messi gurít, aki kapásból rárúgva a labdát. Adja ég, mekkora gól, hihetetlen, hatalmas bomba. Őrjöng a tömeg, a furkolósereg tapsó, Messi nevét kiabálják. Hihetetlen ez a fiú. Alig kezdődött el a meccs, már is vezet 1-0-ra a csapat. Sziréna! Jézus! Szerintem megvagyunk. Úristen, sírok! Jézusom, folyik könnyen. Én leszakad a kedvem. Többféle színét láttunk! Most a szaggatottad, Akkor nem a tűzoltó. Egy kis színét még léci, imádjuk, kolléga óriási. Hát figyelj, neki jó... Nem már. Tényleg be. Én valaki arabjon meg, gyerekek, álmodom. Biztos, hogy álmodom. Óriásiak vagytok, komolyan. Könnyen folyik. Úristen. Nagy küzdelem lesz pénteken. És nem sokára megállnak és igazoltatnak. Ne felejtsétek el, titeket is elkaphatnak. Hát ez egy nagy küzdés lesz. Attila, Tamás a kolléga? Azt mondtad, bocsánat? Tamás. Óriásiak. Tehát ketten, amit összehoztatok, várjál, leveszem ezt az atmoszférát. Figyelj, hát ez, hát... Ha nyerte, ketten jöttök, ugye? Én imádom ezt a játékot, komolyan mondom. Egyre jobban. Nem úgy terveztük, hogy ketten, de bármi előtt hozzá. Fél Tamás annyit tett hozzá. Igen, valahogy kettőtök között meg kell osztani. A sziréna a végén az óriási, de hogy Tamás nagyobb örömet nyomott, gól örömet, a végén egy kicsit besegített, jól hallottuk? Besegített, hát így van, jó kollégát. Hát, ahogy a szirénát tolta, volt már olyan, hogy esetleg csődöt mondott a technika Tamás, és így segítetted ki? Leúsztátok az ablakot és toltad a... Igen, kihajolva, nyíló! Hát figyelj, imádunk benneteket, komolyan mondom, óriási. Na jól van, Attila, Tamás, jó utat nektek! Köszi, srácok! Jó munkát, vigyázzatok magatokra! Pénteken elérhető vagy egyébként? Holnap? 10 előtt? Mert addigra lesz eredményhirdetés. Telefon közelbe vagy, Ati? Hogyne, jó. Én
Jó, figyeld a telefonodat, mert 8-tól szavaznak majd a hallgatók, és 10 óra előtt felhívjuk azt, aki a Facebookon a legtöbb szavazatot kapta. Lehet, hogy szóli kollégáknak, hogy szavazzanak rád, önmagára is szavazhat az ember nyugodtan, ugye a legtöbb lájkot. Úgyhogy 10 előtt hívunk, ha nyertek. Jó? Jó, nem, de köszi, srácok, jó munkát nektek. Sziasztok! Hello. Köszi, ciao, sziasztok! Hát, gyerekek. Non-stop szolgálatban. Így van, mert úgy még a telefon nem tudja kikapni. Én még sok ilyen játékot akarok, de tényleg, figyelj, sírtam. Nagyon jó volt. Nem gondoltam, hogy... Én ébren vagyok? Figyelj, könnyes a szemem megint. És az, hogy a bal kezemmel ütöttem az asztalt, és még jobban fájt. Most amortizáltam le magam teljesen. Hát ez... Új kedvencünk van, ez egész biztos. Még a piros-kék, ez kellett volna. Én megkérem a Bekót, hogy hadd nyomjunk már ebből még egy hetet. Valamit ebből még csináljuk. Ennek holnap ne legyen vége. És utána jöjjön valaki, aki felpofoz. Vagy belém nyom egy sokkolót, hogy feltelje. Olyan volt, mint egy részlet az üvegtigrisből. Vagy én nem is tudom, vagy egy Kusturica film. Zsenik voltak. Jól nyomták, és a végén, hogy kicsit Tamás besegített, ahogy rátette a szirénát, tehát láttam két vidám fiatal Morning Show klasszos hallgató, akik átszellemülve valószínűleg rendőrautóba szirénáznak, gólörömet játszanak, és imádni valóak volt. Én nem tudom, milyen jelzés kapott Tamás, de hogy a szolgálatba helyezte magukat, és elkezdett szirénázni. És amikor mondta, még sziréna, és nyomott egy sapkát. Hát, atya is. Köszépre beigazítva. Figyelj. Mi történik? Állok a dugóba, átnézek a másik autóba, kormány csapkodva röhög az ember. Valószínű, hogy titeket hallgat. Figyelj, zseniálisak voltak. Hát nekik egy nagy taps még egyszer minden játékosunknak eddig, mert mindenki kiváló. Ági is, Ramin is, Áron tegnap. Mindenki egy picit más, de nagyon szeretjük őket. Na jól van, játszunk egy jó kis hármasugrás, már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló! Jó reggel, sziasztok! Szia! De megnyugtató egy ilyen viszonylag csendes, normális női. Veronika! Hallottad a játékosainkat? Igen. Hát imádni valóak voltak, komolyan mondom. Ahogy beszirénázott a végén, hát... Jöjjön a sziréna! Néno! Érted? Néno! Imádtam! Én imádtam! Lelkesek voltak! Nagyon! Veronika, honnan hívtál minket? Győrből, mit csinálsz? Dolgozol? Nem, itthon vagyok egy 9 hónapos tündérkével. Jó! No. Hogy hívják? Most még Benedek. Az. Benedek, igen. Most még tündérke. Fiú? Hogyan? Igen, volt. Ma már azért annyi minden meg. Mit tudom én? Ma már mindent megkérdezek, érted? A mai világban már azért semmi sem biztos. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy nagyon-nagyon könnyű. De tényleg, mert most már oda szeretném adni ezt az ajándékcsomagot valakinek. Reméljük, jó lenne. Nagyon-nagyon régóta próbálok benneteket utolérni, és nagyon-nagyon örülök, hogy hívtatok, úgyhogy nagyon szupi lenne. Nino. Nino holnapra effekt, gyerekek. Tehát az biztos. Közlekedési híreket fog fele jelezni. Nem, holnaptól közlekedési híreket. Nem, ez azért nem jó ötlet, mert ahogy meghallják a rádió, hallgatok autóban, a Nino rögtön lehúzódnak. Igen, vagy a tükörbe néznek. Annyira prof. Na figyelj, van Bece neved, Veronika? Olyan hosszú ez a Veronika. Verus, így szól az első kérdés. Melyik város egyik része Hollywood? Los Angeles. Így van. Egyel meg vagy? Nino. Azt mondja, hogy menjünk tovább? Próbáljuk meg. Melyik szovjet politikus kapott 1990-ben Nobel békedíjat? Gorbacsov. Ó, van, jó van. Kell csinálni. Jön vissza a hitem. A harmadik milyen? Nehéz. Nem, ezt te tudod, nem nehéz. Megy ez a kérdés. Segítsetek, de tényleg. Menjél, csináld. Érintve vagy némiképp. Igen? Jó, elég. Aha. Most már. Ne told. Jó, de segítsetek, Léci, mert nagyon-nagyon-nagyon szeretném. Segítünk. Jó. Így szól a harmadik kérdés. Melyik, milyen nemzetiségű volt? Minek a megállapítása? Mi a punci? Válaszolj, Léci, mert... Mi a punci? Így szól a harmadik kérdés. Minek a megalapítása fűződik Brunswick Teréz nevéhez? Segítség. Érintve vagy a nyuka? Nyuka. Most már minden anyuka érintve. Most még kicsi aranyos, de aztán már.
Nagyobb a bölcső után hova menj? Na jó. Nem tudom, micsoda. Akkor nem tudom. Akkor nem tudunk segíteni. Hát a bölcsi után hova megy már? Már Mári óvoda. Hát az első magyar óvoda. Szvik terész. De szép kérdés volt. Na. Bumbozzunk egyet. Léci. Na most ennél tőle nem tudtuk már segíteni. Jó, bumbozok egy hatalmasat. Jó, 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 jó. Indíthatjuk? Kisfiam, gyere, segít. Segít a fiam is, jó? Igen. Igen, itt van ő is. Nagyon, nagyon korán érik. Húzza a hajamat közben. Gyere, Kriszti. Igen. Nagyon, nagyon korán érik a gyerek. Itt szónaposan jön bumbozni. Na, hadd szóljam. Gyönyörű becsapódás. Valaki? Jelez? Jelez, persze, hogy jelez. Nálad nem. Jelez? Nem, nálam. Jelez, de jelez. Rokkulálkod, jelez. Jelez? Nem. Jelez hát, no. Ez a rohadék szoftver, nem. Nincsen no, a felelte. No, jelez. Még egy kismama se. Nem. Semmi. Nem. Mondjuk azok a hangok, amik kijönnek belőled. az már megér egy félre ajándékcsomó. Nem. Nem jelez. Ez a szemét szoftver nem jelez. Az amúgy szemét, igen. Nincsenek szíve. Igen. Nincs. Nektek legyen. Veronika. Csókoltatunk. Én is titeket imádlak benneteket. Puszi. Ciao. Hello. Istenem. Jól van. Többen kérjétek, hogy tegyük föl a játékosokat a honlapra. Zsűr meg tudja csinálni, szerintem csak a játékosokat letölthető módban föl tudjuk tenni, meghallgatható formán fölrakjuk a honlapra. Jó, hogy a négy jelöltet... Nem lehet szavazni, csak a négy jelöltet hallgassátok vissza. Hát szenzációsak. 9:50 múlt pontosan 7 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Show, nagy tavaszi országjárás 2016. Már 7 éve minden májusban elindulunk. Miért lenne ez idén másképp? A hazai rádiózás legnagyobb sztárjai idén tavasszal is a nyakukba veszik az országot, hogy a magyar rádió hallgatók testközelből élhessék át a hamisítatlan Morning Show élményt. Tarts velünk mindazöt állomáson, burkold be a nyereményeket, és mi tejben vajban füröztünk. Szombathelyen kezdünk, aztán Székesfehérvár, aztán pedig Szeged. A sütőtökön még és Savan! És pénteken pedig Kazinczka! Lesz üvegstúdió, hatalmas nyeremények és felejthetetlen hangulat. Klassz FM Morning Show nagy tavaszi országjárás 2016. Már 7 éve a legklasszabb buli. Háromnegyed 10 lesz pontosan, 1 perc múlva. Itt vagyunk, és hát elképesztő a bekos játékunk, imádjuk, és egy ország imádja, jönnek az SMS-ek, hogy ki hogy pisült be, térdelt le, szakadta a nevetéstől, varrodák, laborok írnak nekünk, hogy óriási volt Tamás és Attila, hát szenzációsan nyomták. Van, aki konkrétan azt írja, hogy már nem sajnálja, hogy nem került adásba, mert ez kár lett. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel is foglalkoztunk ma reggel, egy food stylist volt a vendégünk, Csiki Csaba, érdekes dolgokat mondott nekünk egy-két dologról. Nehéz volt belőle konkrétumot kiszedni, de embert próbáló módon próbálkoztunk. Hát szakmai titkok. Tehát elárulja, akkor nincs szakmája. Kiszedtük belőle, és arról beszélgettünk, hogy ha az ember bemegy például egy gyors étterembe, akkor a fotó sokszor miért nem hasonlít ahhoz, amit aztán a kezébe kap, illetve egy reklámfilmekben, forgatásokon, hogy idézőesen hogy csalnak és hogy tévesztenek meg bennünket, és mit tesznek a sztárok. Erről volt szó. Valamint Feri bedobta ugye Zsuzsának a büntetését, és Demcsák Zsuzsáról van szó, hogy őt most elengedték, boncolgattuk egy kicsit az ittas vezetést, és utána arról beszélgettünk, illetve kértük hallgatóinkat, hogy írják meg, hogy ők hogyan kivételeznek hazánk sztárjaival, milyen kedvezményekben részesítik az általuk kedvelt sztárt, ha náluk vásárol, vagy hozzájuk megy masszírozásra, vagy hozzájuk megy a fürdőbe. Kaptunk egy-két helyes SMS-t, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Csabi, jó reggelt, ciao. Jó reggelt. A srácok köszönik, csak ennyit üzennek, jó? És hogy innentől kezdve bárkinek a gyermeke közületek kérhet dalt a kívánság műsorban. Nagyon rendes, én meg ezt mondom rá.
Hát, én szerintem esélyesek holnap, hogy nyerjenek. Nagyon szeretem őket. Na, jó, gyorsan a nap hallgatóját. Egyébként fönt lesz a morningshow.eu-n az összes versenyzőnk. Mindenkit imádunk, mindenkit szeretünk. Tényleg nagyon helyesek, és küzdenek, és aranyosak. Amit viszont nem mondtunk, és elképesztő, most tudtuk meg mi is, hogy ez egy páros jegy, gyerekek. Tehát nem egyedül jön, aki jön, hanem hozhat magával valaki. Hoppá! Nem, hoppá! Bizony. Tehát nem oké, hogy velünk jön a Morning Show stábjával, de még hozhat valakit. Vagy valaki másnak megnyer, és az a valaki hoz valakit. Laura, érd az SMS-t. Még holnap van játékunk. Itt a nap hallgatója. Nem Morning Show. Az jó reggel. Jó reggelt kívánok. Igen. Hello, hogy hívnak? Máté vagyok. Fiatal. Máté, nagyon jót írtál. Körzetük az autópálya. Tempójuk halálos. Tolvajok, zsarolók, gyilkosok ellenfelei. Tamás és Attila. Éjjel-nappal bevetésre késztek. Nino. Nagyon szeretjük az SMS-edet. Köszönöm szépen. A körzetük az autópálya, tempójuk halálos, hát az óriási. Óriási duma. Igen. Kicsit torrentésben nyomták, de tényleg szeretjük őket. Mondtad, hogy Morning Show van egy ajándékcsomagod, és tele vagyunk rengeteg ajándékkal még, amit a reklámblokkban tudsz meghallgatni, úgyhogy figyelj ránk, és akkor kiderül, hogy még mit nyertél. Jó? Rendben, nagyon szépen köszönöm. Szavazol rájuk? Nem értettem, bocsánat. Szavazol rájuk? Holnap van a szavazás. Persze, mindenképpen. Jó, szerintem őket is küldjük meg sok lájkkal. Ti döntötök majd arról, hogy ugye kiutazzon velünk Barcelonába. Komoly vetélytársat kaptak szerintem az eddig versenyzők. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Én is köszönöm. Szia. Holnap 8-kor lesz játék, nem elfelejteni, drága hallgatók. 8 után játsszuk majd az utolsó gólöröm játékunkat, és 8 után pedig mennek fel a Face-re ugye a jelöltek, vagy fotókkal, vagy posztokkal, nem tudom. Ti pedig lájkokkal eldöntitek majd, hogy kiutazom velünk Barcelonába. Páros a jegy, ez nagyon fontos. Bárki jön, hozhat még valakit magával. Csabikám, milyen zenéi lesznek? Hozok nektek egy testvér, nem is páros, hanem 4 testvér alkot egy zenekart, egy amerikai csapatról van szó, a Sierota testvérek. Az a csapat neve, hogy Ecosmith. Sierota, Ecosmith, én mindig azt hiszem, hogy hűlsz, és egyszer felnevetsz, hogy az elmúlt 3 évben szivattál minket. Egyetlen egy zenekar sem létezik, akit bemondtál. De létezik. Ők olyanok, hogy mondjuk önállóan nem tudnak megtölteni a stadion, de bármelyik stadionban van egy fesztivál, és ők kiállnak, akkor biztos, hogy megmozgatják az ott jelenlévő mindenkinek ember. Takarodjatok már le, mert jön a tánc. Nem, középsúlyjal integetnek, örülni fognak. Olyan jó kis ilyen rockos indie pop zenét játszanak, és a Cool Kids című slágerüket hozom nektek, jó? Meghallgatjuk. Feri, elmen már egy kicsit belőbb, azért nincs már. Ne írjátok meg, hogy miért vagy ilyen csöndben, Feri, ő nem, a Best of alatt el kellett rohannia. De csókoltat mindenkit. Jól van, Csabi, a kiválságműsor 555-55-00, holnap az utolsó gólörömjáték. Aki még érzi magában az erőt, jelentkezzen, vagy gyúrja be valamelyik családtagját, a tét egy barcelonai hétvég, egy Barca meccsel októberben. Nino? Tessék? Hát így búcsúzunk el stílusosan, így van. Mindenkinek szép hétvégét, szevasztok, illetve hát még csak na mindegy, ezt hallgassátok meg.